Halló! Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát ismét itt vagyunk. Hosszú kihagyás után. Szevasztok! Szia uram! Sen! Hello, hello! Hát eltelt a nyár. Nagyjából maradhatunk annyiban. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy kezdődik a fél év. És hát mint olyan, ezért el kell kezdenünk streamelni. Nem mintha amúgy nem szeretném, csak hát tudjátok, kezdődik a fél év. És ugyan jelenléti lesz az oktatás, de azért, ami jó volt ebben, azt tovább visszük. És hát számíthatunk sok-sok programozásra. Ugyanis már két tantárgyat fogok vinni, ami ilyen programozás, és mindkettőből lesz Twitch-en stream. Na, úgyhogy akkor kezdjük is el. Csibala, milyen tea van? Ilyen árpamaláta tea van ma, mert hát nyár vége van, ki kell pörgetni a készletet, úgyhogy ma ilyen tea lesz. Jó, egyébként a mai streambe megnézzük az új Anno 1800 DLC-t, ami a High Life. Ezt a címből is látjátok, magyarul magas élet. Na mindegy, a lényeg, hogy felhőkarcolókat fogunk építeni, legalábbis remélem, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Köszönöm szépen, Rémiás. Üdvözöllek, szia! Jó, na, úgyhogy akkor én azt mondom, hogy kezdjük is el. Itt van a game. Itt meg a hang. Jó. Úgyhogy akkor egészségetekre. A kezd végig. Hát igen. Valahol biztos van High Life. Hát nem itt, bár én csak az első emeleten lakom, az még azért nem olyan magas. Na, lássuk, hogy mit is történik. Na, itt már javasol nekünk ilyen guidance-t. Ah, akkor ez a tutoriál. Hello, Caprioli, üdvözöllek. Oké. Na hát, kezdjünk építkezni. Hát van már egy production line-ja, az biztos. Na kell hozzá ilyen motor. Marquetry, meg furnace. Hát, szerintem itt fogjuk. De közben én itt fölépítettem Dunói várost fénykorában. Picit halkítok a gémen, mert lehet, hogy hangos. A klasszik ilyen Ubisoft update bug, hogy minden visszaáll default értékre. Na, úgyhogy akkor elvileg itt van nekünk ilyen motorgyár, ha minden igaz, de mindjárt megnézzük. Igen. Jó. Hát, acélunk nincsen. De ezen szinten könnyen lehet segíteni. Hát igen. Leállítjuk itt Stand to attention for the boss. Pádjárat, és rögtön lesz szerintem a célunk is. Jó. A kérdés az, mert szerintem itt nincsen nekünk ilyen marketing workshop. De fa az van, úgyhogy elvileg csak azt kell nekünk majd csinálni. Még valamennyi van a stashbe. De fogunk építeni. Fú, viszont fa az kelleni fog. Hát akkor párat még ledobunk ebből is. Meg majd mindjárt megnézzük a többi nyersanyagot is, hogy abból van elég. We put our love into this. Okay.
Hát ezzel most nem vacakolok. Oké, és akkor ledobunk egy ilyet, ez 500 worker kellene. Mondjuk annyi pont van. Jó. És azt mondja, hogy kell neki elektromosság. Hát akkor ezt ide tesszük. Our elevator plants a cutting edge. Time to get production off the ground. És akkor gondolom itt kell kiválasztani. Mondjuk itt többet is lehet. Caprioli izébe indulunk. Jelenlétibe. Remélem úgy is maradunk. People want better views. Why not turn a typical residence into your very first skyscraper? De majd meglátjuk. Hello, Marboy. Hello. Szóval jelenléti beindulunk, aztán meglátjuk, hogy alakul. Reméljük abba is maradunk. De ettől még Twitch-en lesz óra. Tehát Befprog is, meg Prog 2 is. De Patesz, hogy ne lennének? Jó, na és akkor elvileg itt lehet most upgrade-elni. Hát Engineer-t is, az itt pont nincs. De még mindjárt lehet, hogy visszaléptetünk egyet. Hát de az milyen lenne már. Aha. És akkor itt lehet upgrade-elni ilyen skyscraper-re. Csak kell hozzá 5 eleve, 5 lift, vagy felvonó magyarul. Marboy, köszönöm szépen a 14 hónapot. Atya ég, haver, 14 hónap. Ez egy örökké valóság. I either eat the best, or I don't eat. Tehát néztem a 12 minutes-t, mármint hogy nem néztem, csak néztem, hogy jó. Nem játszottam még vele, de tervezem. Tervezem. És ha játszok vele, akkor biztos, hogy streambe. Elevator, so let's elevate our ambitions. Sky's empty, so we fill it. We'll be kings in no time. Looking over our beautiful kingdoms. Azt mondja, hogy megvannak a liftek. Igen, Marboy, én is néztem, hogy olyan 3-4 óra alatt megvan. És tényleg dicsérik, hogy nagyon jó a sztori, meg nagyon egyedi az egész gameplay. Már egy podcast behallgattam ezt pont, hogy nagyon dicsérték, hogy olyan egyedi. Szóval ki fogjuk próbálni mindenképp. Még pontosan nem tudom, hogy mikor, de fogunk vele játszani. Akkor ez construction, ugye? Igen, construction. Jó. Várunk egy kicsit. Szerintem itt csinálunk egy ilyen engineer részt is. Elvileg van egy olyan új feature, hogy tudok egyszerre downgrade-elni. Csak nem tudom, hogy az hol, mert hogy upgrade-elni az U betűvel lehet. Ha megtalálom, persze. Itt az upgrade. Hát nincs downgrade, vagy csak én nem találom. Elvég ez most kerülhetett volna bele. Na mindegy, nem pacakolok, hanem akkor csak itt egy részt kijelölök. És akkor ezt visszaléptetjük így, hogy legyen ilyen engineer residence-ünk is. Más kérdés, akkor majd kell hoznom cuccot, de... Ja, meg kellene egyetem is. Na jó, meglátjuk. Miért nem nő a pénz? Hát, mert valami int betárolják, vagy nem is tudom.
kimaxoltam. Így van, Márboly, mindenre lesz idő. Nem Skuki, az lesz a Twitch-es. Hát... ez így nem lesz jó. Viszont akkor lehet, hogy itt csináljuk meg az Engineer... Engineer Skyscraper, csak miért nincs kabát? Lehet, hogy ezért. Viszont elég nagy baj, de mindjárt megjavítjuk. Ez hány óra játék után van? Hát nem olyan sok. Ez olyan, hát emlékeim szerint 200 körül. De mindjárt meg tudom én ezt itt nézni valahol. Ja, ott hát game time-ba 350. De ugye itt föl van gyorsítva. Hello, Dufesz. Egyébként valós időben olyan 220-30 körül. Workforce shortage. És vannak gondok, mint ahogy halljátok. Na. Ezbe gyorsan ránézek, hogy... Na jó, kell egy hajó. És akkor ennek adunk, hogy szállítson már ugyan nekünk egy kis anyagot. Nézd, gyapjú. Nem vagyok nagy szakértője a textileknek. Dufesz. Hello, Kekerényi, szia, szép estét. Dufesz, ne gonoszkodj. De igen, igen, ez már az új évad, ha úgy tetszik. Hát igen, Márboly, már 2 hónapja, csak aztán... majd mesélek. Így van, Kekerényi, 3 hónap nyári szünet. El tudod képzelni, nem csináltam semmit. Semmi gond, Sedit Adri. Ja, csak mondanám, hogy van új proglabor. Ha gondoljátok. És szeretne, és van itt olyan hallgató, akinek aktuális. Patesz nem volt még. Python olyan november környékén várható. Mert Prog 2-ben ugye a fő sodorvonal az Java lesz. Hát mindegy, ráépülő tárgyak miatt jáváznunk kell, de lesz Python, és olyan, hát szerintem olyan november környékén érünk oda, ha érdekel. How thrilling! A renowned personage has arrived. Mostanában úgy meg vagy rövidülve egy kicsit, de lehet csak én látom így. Várjuk a gyapjút. Nem gyapjú ez. Na majd megnézem mindjárt, hogy mi ez. Dufesz online oktatás. Hát proglaborok lesznek. BevProg lesz szombaton 10-től, illetve a minden igaz csütörtökön 7-től. Illetve Prog 2 lesz kedden 4-től. Ez minden héten, nézd. Meg... hát, talán szerdán. De ez még nem fix.
Hoppa, tesz, nekem volt Pythonos feladatom. Mert én amire emlékszem, az egy ilyen Twitch is feladat volt, ami nem biztos, hogy Python. De lehet, hogy én emlékszem rosszul. De fogunk Pythonozni, amúgy aztán más nem, akkor megcsináljuk a kért feladatot. Fodrász ne voltál, az jó. Fullasli. Hogyan lesz az e-sport? Ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy 140 hallgató vette most fel az e-sportot. Csak mondanám. Elképesztő. Közben azért csak ránézek, hogy egyetlen üzem van-e. De van. És... és az F0-ba lesz. Hát, én először azt mondtam, hogy legyen jelenlétibe. Ma, pont ma beszélt, nem, tegnap beszéltem a DK helyettes úrral. People celebrate your leadership. Szóval kemény lesz. De versenyek lesznek hétvégente, arra lehet jegyet kapni. Aztán meglátjuk, meglátjuk. Hát, szomorú vagyok, Sedit Adri, de hát így alakult. Nem én döntöttem, hogy mikor lesznek óráim. Fú, Dufesz, én nekem ez annyira, hogy mondjam így, nem az, hogy nem érint, de tudod mi, én oktatói akkonttal teljesen más vonalon megyek be. Tehát én akkor is be tudok lépni, hogyha 100%-ot mutat a terheltségbe a... Tehát nekünk külön pool van, vagy hogy is mondjam. Úgyhogy az, hogy milyen szerverek, meg hogy... Gondolom ott is, nekünk, lehet, hogy nekünk is lehetett választani, de... De őszintén szóval nem tudom. Fú, itt vannak bajok. Gyorsan csak ránézek. Elvileg. Hi. Not too many changes, I hope. Hát, nézd. The idiot is back. Oh, heavens, I thought you were the photographer. Nem tudok, mert nincsen izém. Na mindig. Uncompromising journalism. Hát igen, igen. Probléma amúgy ez tényleg, hogy nem lehet rendesen ezt a tárgyfelvételt, csak hát nyilván az ilyen szerver infrastruktúra, ez igazából minden gazdasági pénzügyi döntés, hogy veszel-e szervert, vagy nem. Az, hogy a Neptune hogy működik, arra szerintem még a mi egyetemünknek sincs ráhatása, az szerintem központilag fejlesztik. Mi csak egy kicsit, tehát itt az egyetem egy picit módosít rajta, hogy egy kicsit jobb legyen. Hogy megy a Dark Souls? Hát... remekül. De fogok vele játszani, azzal, fogok azzal is összejátszani, csak most nagyon, nagyon elhavasztak. Na, itt valami probléma van a production-nel. Gyere rá, erre nézek gyorsan. What brings you here, Governor?
Hát igen, mondjuk én nem tudom, hogy lehetne úgy szervezni ezt a tantárgy felvételt, hogy mondjuk így szakonként külön idősávba. Lehet, hogy eretnekség, amit mondok. Közben én itt puskázok egy kicsit a, itt a production chain-nel. Azt mondja, hogy ebből van 5, de az igazából 15. Oké. Ez 10. Oké. Hát elvileg ennek jónak kéne lenni. Már csak azért is, mert itt ez boostolva van. Ja. Szóval nekem ez volt a fura, hogy még hallgatókoromban, hát nem most volt lehet azóta, ez már milliószor változott, hogy először, tehát külön időpont volt a levelezősöknek, külön időpont a külföldieknek, külön időpont az MSC-seknek, és egybe mindenkinek a BSC-n. És szerintem ezt kellene külön szedni, ha lehet. Hát most nem tudom, most okoskodok, mert amúgy fogalmam sincs, hogy lehet-e ilyet csinálni. De én azt gyanítom, hogy itt lehet valami probléma. Itt meg az a probléma, hogy szerintem nem elég a termelés. Oké. Hát igen, parab. Én is erre gondolok, hogy tehát szakunként azt nem tudom, hogy évfolyamonként lehet-e. Őszintén szóval abba nem vagyok biztos. Csinálunk ide egy ilyen kalapgyárat. Ja, mennyien vannak? Hát kéne, hogy 3. Jó. Szóval én is ezt gyanítom, hogy ez lehetne a megoldás, de mondom, tényleg csak szakértek, meg okoskodok, mert amúgy nem annyira látok rá a rendszerre. A kötváltárgyaknál meg igazából más a gond, Sedit Adri, láttam érted, ott az a gond, hogy egyszerűen kevés kötváltárgy van. Tehát fizikailag nem elegendő. Jaj. Úgyhogy nehéz dolog ez, de való igaz, hogy bosszantó tud lenni. Nem is ide kéne lehet ezt a warehouse-t. Csak kitalál már, hogy legyen. Ez olyan az építgetésbe, hogy... Jó. És nem ér el addig a benzinkút, a fenéje meg. Na, akkor betonozunk. Szóval, tehát a kötváltárgyakkal ez a nagyobb gond, hogy kevés van. De még, hogy kevés. De még, hogy a kötváltárgy kevés, az egy dolog.
hanem az, hogy az oktató is kevés. Olyan hidakat építek ide. És ez inkább nagyobb probléma, hogy az oktató kevés. Hát a várólistának annyi az értelme, hogy ha az oktató tudná bővíteni, akkor akkor bővítés, akkor aki ott van várólistán, az automatikusan bekerül. Amúgy para korábban is volt várólista, csak nem használták. Na, akkor egy kis gyapott földet csinálunk. We're up to our eyebrows. Ide ledobunk egy ilyet. Még nincs építőanyag. Ne egye meg. Cargo stations! Hol lehet a cél? Orders. De most már azért olyan is előfordulhat, bár ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom meg, hogy pletyka, hogy lesz olyan kötvál, ami egyébként ilyen laboros vagy gyakorlatos lenne kis létszámmal, és azt inkább kiteszik online-ba, ilyen Teams-es megoldásra. Mert a Teams-be sokan beférnek. Állítólag most már az egyetem előfizetett ilyen nagyobb létszámú Teams-re is. Ship under attack. Már olyan értelme, hogy tehát már nincs talán limitálva. Acélt keresek. Valaki adjon már egy kis acélt. Figyelj már, testvérem, nincs egy kis acélnál. Szóval... I'll die if that's what it takes. Szóval maradjunk annyiba, hogy... hogy igen, benne van a pakliba, hogy a kötvállakra fogják használni az online. Ugye ez a faramúci helyzet, hogy sok hallgató van, egyre több hallgató van, bár most szerintem ugyanúgy 180-at vettek föl, mint tavaly, de azért ez mindig valamennyit emelkedik. De az oktató ugyanannyi, sőt, ugye a terem az ugyanannyi, tehát az nem bővül, bár erről se akarnék pletykálni, de hogyha valaki esetleg járt a stadion környékén, akkor lehet, hogy lesz az IK-nak egy-két új terme. Úgyhogy tényleg ez a probléma, hogy nagyon nehéz így, és akkor ez egy ilyen, hát nem jó megoldás, mert azért tényleg sok kötválnál azért jó, hogyha jelenléti van, de van olyan kötvál, aminél majdnem jó, hogy, tehát jó így is online-ba. Például a hát mit mondjuk, e-sportnál nem volt szerintem rossz, hogy online volt. Tehát alapvetően megoldottuk elég jól. Hát kicsit interaktívabb lett volna, talán jobb lett volna, meg így nem tudott mindenki játszani, meg... Hát na mindegy, nem volt rossz, maradjunk annyiba. We've rebuilt before, we can do it again. Hello, Nevermind, szia. Ship under attack. Na, most már csak lesz így nyersanyag. Közben akkor átnézek ide a... Things are hard enough as it is. Oké. Tehát most már van ruha alapanyag. És ha minden igaz... Ah, most már van kabát is. Szuper.
Life here is rather static. Na, akkor ezt most már tudnánk upgrade-elni. Illetve, ha minden igaz... How shrewd. Ó, itt meg a szemüveg fogy el. Annyira bosszant, hogy valami mindig elfogy. De az miért fogy el? Szomorú. Igen, egyébként a múlt héten elkezdtem rendbe tenni a városaimat, meg így a production chain-eket, csak a olyan sok dolgom volt, hogy csak az új világot tudtam rendbe szedni. Na hát itt nincs valami sok. Hogy is van ez? Ugye kell hozzá üveg. Az üveghez kell kvarc, homok. Mondjuk ezen könnyen tudunk segíteni majd. Illetve sárga réz. Vannak bajok. Jó, megoldjuk. Hát nézd ma, Márkba, az a helyzet, hogy nyilván az oktatónak nincs úgy közönsége, igen, és valakinek ez tényleg nehézséget okoz, hogy úgy, tehát kvázi a monitorának beszél. Én ezt teljesen megértem, hogy így azért nehéz. Főleg, hogy a Teams-en azért nem feltétlenül olyan interaktív, mert most valaki vagy bekérdez, vagy nem, vagy ír a chatbe, vagy nem. Mondjuk ez mindenhol így van, így, ahogy Twitch-en csináltam. Én biztos vagyok benne, hogy most kattintanék és találnék olyan chat history-t adott usernél, hogy csak annyitokat írta be, hogy jelen. Tehát semmi mást. Nincs ezzel baj, de mondjuk azért ilyen van a tanteremben is, hogy ücsörögnek, nyomkodják a laptopot. Én emlékszem hallgatókoromban az előadónak a negyede vovozott. Ez ilyen van. De jó, valóban azért nehéz ügy. Mindjárt megnézek valamit, hogy itt hogy áll a szemüveg. Itt van. Akkor lehet, hogy innen hordok egy kicsit a... Ditchwaterbe. Nem sokat. Hello, Ceva, sziasztok, Márká. Hello. Hát igen, a bejárósoknak például biztos nagyon kényelmes volt így. Your people are rioting. The people celebrate your leadership. Mondanám, hogy együtt érzek velük. De mi a baja? Hát jó, hát nem sok minden van, de... Igen, ez baj. Hát... Ez most nem lesz elegáns. Hol van? Leteszünk ide egy rendőröst, akik majd megoldják. Az a helyzet, hogy nem tudunk mit csinálni velük. Tényleg csak leraktam és... hát nem sokat foglalkoztam velük, maradjunk annyiba. Ilyen domotek, 140. The people celebrate your leadership.
Hát nevermind, ezt is megértem egyébként, mert meg valakinek tényleg nagyon rossz ez a otthon ülősdi, tehát valaki nehezebben viseli. Hát Szeva, lesz Twitch-es tanítás is. Sőt, igazából mondhatni ugyanaz lesz, mint tavaly, csak még jön a Prog 2 is. Tehát a BevProg is, meg a Prog 2 is. Lesz egy Twitch-es rész, meg lesz egy labor rész. Ugyanúgy, mint tényleg tavaly. Your streets are safe again. Na, ezt most már tényleg akkor megépítem. Csak hogy haladjunk. Jó, abból elég egy. Ahhoz az egyhez kéne két. Ilyen. Alpaka farmból. Hát, hogy három kell, várjam. Hát három kéne. Viszont akkor kéne még egy. Már. Így lesz egy kis túltermelés, de annyi baj legyen. És akkor nyomunk alpaka farmot is. Szerintem ezt ide tesszük. Hát nem lesz szép, de... ide. Akkor kell négy ilyen. Na, csak most már lassan a emberi erőforrásból is kifogyok. Így van már kell, hogy ne lenne a laborfelvezető, persze. Igen, az főleg Java lesz a Prog 2, meg egy kis Python. Ez a ráépülő tárgyak miatt kell. És a keddi alkalom, az a összevont gyakorlat, az Twitch-en lesz. Tehát az nem jelenléti, hanem Twitch-es. Kés, és akkor hány darab kell? Kéne három bombin. I hope it stays like this. Hát, amúgy Shedit Adri, az lett az a gond ott az F0-as ilyen... Tehát nekem nincs gépem. Az F0-ba lett volna elvileg. Ugye az F0-ba nincs gép. Na most ez egy programozás gyakorlat lenne, amit én
őszintén szólva nem tudok ilyen táblás gyakorlatként elképzelni. Tehát olyan nehezen látom azt, hogy, hogyan működhetne tényleg így jelenlétibe. Egyrészt azért, mert nekem nincs gépem, amit be tudnék vinni. Tehát kvázi esélytelen, hogy, be tudjak vinni így gépet. Az mondjuk egy opció lehet, hogy kérek, hogy tegyenek be egyet. De mi van veletek? Tehát most érted, ott 150 hallgató behoz egy gépet, hát az F0-ba elmegy az áram. Ismerve azért ezt a... Hát nem az, hogy ismerve, de hát egy előadóban nem arra készülnek, hogy most 150 hallgató laptoppal elkezd programozni. Arról nem is beszél, hogy nem biztos, hogy mindenki tud hozni így laptopot. Felteszem azért nagy részt van azért a hallgatóknak, de hát nem biztos, hogy mindenkinek. És ez fura lett volna, hogy, online, hogy jelenlétibe, de én most mi a táblára írjam fel a Ford ciklust, vagy mi legyen, tehát na, van fura lett volna. Hát, de Shedit Adri, akkor ott lesz a e-sport, az az F0-ba lesz, ott 140-en leszünk. Az kemény lesz. Hogyha nagyon nem megy, akkor lehet, hogy átállunk azzal is online-ra, csak ez az online dologgal az a gond, hogyha ingáznotok kell, akkor, nem jó. Tehát akkor nagyon nem jó a dolog, hogy előtte órád van, mondjuk egy labor bent a IK-n, aztán haza kell szaladnod, mert kezdődik a online óra, aztán utána szaladni vissza, mert megint laborod van, és mondjuk aki nem debreceni, vagy nem kulis, annak ez ilyen kb. Esélytelen. Tehát még így a közel íze ilyen hajdúhatházra, meg ilyesmire kimenni is esélytelen 20 perc alatt. Szóval ezzel meg ez a nehézség, hogy most itt rángatlak titeket jobbra-balra, meg hát akárki, bármi oktató. Ezért kértem ezt a prog gyakorlatot kértem direkt az órarendbe, hogy ha lehet, akkor se előtte, se utána ne legyen órátok. Na hát ez úgy néz ki, hogy megjavult, de azért még egy picit ránézek. Hát mondjuk varrógépből biztos kevés lesz. Abban nem csináltam semmit. Na lássuk. Ez lehet, hogy csak idéglenesen fogyott el. Ez nagyon érdekes. Old the crane! Mindjárt még beállítok egy trade route-ot, és akkor most már tényleg nézzük a skyscrape-et. Valamiért úgy emlékeztem, hogy ezt még tegnap megcsináltam, de lehet, hogy nem. Ja, ezért nem csináltam meg, mert ott sincs. Jó, akkor... Akkor majd megjavítjuk később. Mert itt viszont lehet, hogy a production chain van el. Csinálva. Hát nem sok, maradjunk annyiba. Na. Itt hogy állunk? Jó. Tűnik, hogy a létszám megvan, a szemüveg van. Nagyon fasza. Már bocsánat. Most kikapcsoltam a Family Friendit a sör miatt. Jó, köszi, nevermind, köszi. Köszi Márke, köszi, hogy szóltok. Mindjárt mehetek is ki a következő. Azt hiszem, ilyen söröző streamet Family Friendly-ben nem lehet közvetíteni. Ha jól tudom. De ezért mondom, biztosra megyek, maradjunk annyiba.
Hát... para. Kisebb dolgok is bannoltak már ki streamet, mint hogy... 18... nem 18 pluszos streambe sörözött. Mit akartam? Ja, a liftet. Hú, már van 31 liftünk. Hát az ilyen... Idatlanul nem pörög a termelés. Hol van? Hát mondjuk, ha nincs acél, akkor az érthető. De miért nincs acél? Hát vannak bajok. Valami nagyon fogyasztja az acélt. Nem is tudom, mi lehet. Rettenetesen néz ki, tehát ne... Jó, na, akkor nézzük. Hozunk liftet. Better than I predicted. Cargo stations. Na, hol kezdjük el? Hát valahol itt kéne, nem? My heartfelt gratitude. Ja, itt a központban szerintem jó lesz. Na. Hát ez eddig nem is jó. So proud we laid the first stone. Keep it up. Plenty of real estate up there. My rivals are trying to keep pace, which is so funny to me, because they're all failures. Is it 'cause the investor? Ah, yes. Shopping arcades, heralding a new era of consumerism. Time to welcome eager patrons into the halls of luxurious promise. Ah, so a plaza kell gyakorlatilag építeni. Szóval amúgy is nagyon szeretem az ilyet. Shopping Department. Meg Department Store. Jó, és akkor értem, így különböző dolgokat lehet venni. Kenyérpirító, porszívó, edénykészlet, hűtő, meg briefkó. Mekkora ez? Ja, és akkor ennek is van hatóköre. Értem. Hát ezt valahol le kéne tenni. Ide akár le is tehetjük. Hát azért nem olyan ez, mint a profiknál, hogy mindenből max van. Én néztem minap egy streamet, egy német srác, szót nem értek németül, de szoktam nézni. És neki itt ilyen mindenből max van, meg ezek a profi annó streamerek elképesztőek. Ninja Raccoon is néz random német streameket. De azok, ők így lövöldöznek, nem? Olyanokat néz. Vagy nem? Ó, tégla sincs, ezt nem vettem észre. New orders. Thank you.
Hát amúgy igen, ahelyett, hogy jönne és nézne, hogy itt bénázok az Annóval. Még az Annóval is bénázok. Képzeltitek. Német és orosz lányokat? Az is érdekes lehet. Dufesz, ez valami Python script? The people celebrate your leadership. Na lássuk. Behold, the Galleria Bataret. Now, sacred halls have to have product worthy of worship. Get the suckers leaving with their arms full. You know, your catalog is pretty skinny. It's okay. Donnie has some ideas to fatten it up. I already put notes in the margins. Értem, és akkor itt is ki lehet választani, hogy, hogy mi legyen. Oké. Okay. És akkor így meg lehet nézni, hogy mi kell hozzá. Aha, és akkor hordani kell ezt a... Aha. Ó, és akkor ad bizonyos kedvezményeket. Tehát bónusz inkább. Browsing is the finest part. The way our wares present themselves is everything. We take great care. Beleszom. Besides, once you've paid, all virtue in them dies. Köszönöm. Tehát ad plusz rezidál, meg bónusz, inkább meg kicsit visszaveszi a fogyasztást. Oké. Okay. Hát ez ugyanúgy, mint a Tourist Season-ben is volt. Hasznosak. This is sure to please many customers. Na, tehát akkor hordani kéne cinket, ami nagyon kevés van. Acélt, ami ugyancsak kevés van. Mondjuk vezetékből szerintem van. Oké. Okay. Jó, hát akkor mondjuk szerintem ez itt Crown Force-ba lesz. Szóval acél van. Hát vezeték nem nagyon van, de azt majd mindjárt ledobunk. Mindjárt megpróbálunk. És mi kellett még... cink. Na szerencsére az is van. Jó, hát itt szén nincs elég. Hát az viszont probléma. Na mindegy. Állj, te hol viszed? Bright Sands. Jó, oké. Okay. Hát mondjuk ezzel el tudjuk vinni. On our way. Ja. Ja, ez lúva? Hát az is jó. Oké, okay, ez kell, meg akkor cink. Acél, kábel, cink. Jó, de ne ide. Oké. Okay. Jó, hát megnézzük, és akkor ugye az van, hogy ezt, ezeket az igényeket kéne kielégíteni. Tehát kéne department store. Ez mi azt jelenti, hogy ott valamit kéne árusítani. Szerencsére ez még pont belelóg. És akkor ugye kapunk plusz 25 investort. Amivel lesz ugye 100, és akkor tudunk léptetni.
Szuper. Jó, hát... Mindig közben itt... Irdatlan káosz van, azt kell, hogy mondjam. Miért nincs cink? Itt vannak ilyen kiaknázatlan bányák. Jó, hát akkor építünk cinkbányát. I could simply go to press. Tárását. Jó, én nem ezt kell, bocsánat. Hát a varrógép még mindig kevés. Azt is meg kell majd javítani. Mondjuk azt szerintem tudok hozni. Mert az itt van. Nem, így sincs. Jó, föl kell pörgetni a gyártást, az a tanulság. És hát, ahogy mondtam, erre még nem volt időm, hogy megjavítsam, amit az óvilágban van, szóval... Ja. Na. Elfogyott a söröm, úgyhogy hozok egyet. Is vagyok. Hát igen, már boly, de egyszerre csak egyet lehet inni. Tehát most egyszerre kettőt nem lehet. Hold the crane. Workforce shortage. Na, milyen nyersanyag kell ide? Nem ez a sziget volt, nem is ez, ez volt. Akkor cinkbányához át kell minden. Ja. Room to maneuver. Hát, na jó, de... Hát... Most már boly, ne hozz zavarba. Én nem tudom hirtelen elképzelni, hogy ez hogyan működhetne. The people celebrate your leadership. Egészségetekre egyébként. Megnézem ezt az engineernél is. My analysis is positive. Hát ez is ugyanúgy néz ki, ez könnyű. Csak ugye ez kék. De ez is elég jó föltolja a létszámot. Amúgy. Your ship has returned from its voyage. Te ezt még meg akartam nézni, hogy ez itt mit jelent. Hol van? Itt van. A panoráma effekt. Aha.
Ó, ja, és akkor így a panoráma effekt alapján kapok bónuszokat. Mert ezt is néztem a német streambe, csak nem értettem, mert németül volt. Gondolom különböző pontokat. Engineers are the keystones. Stuff they come up with boggles the mind. The least we owe them is to get them down from the attic and into normal society. Oké, és akkor itt majd valószínű lehet állítani valamit. Workforce shortage. Hát majd kiderül. Hot Tub Stream is felnyomja? Hát lehet, hogy nem nyomná, de általában úgy szokott lenni, igen. De remélem vizet tettél alá, Shedit Adri, nem csak úgy felraktad, mert... De ja. Ja, amúgy tényleg jól néz ki. Hát, hát számomra nagyon kedves fejlesztő cég, és itt most nem feltétlenül a Ubisoftra gondolok, hanem az a cég, amit megvette a Ubisoft, ugye a Blue Byte fejleszti. Már amennyi maradt így a Blue Byte-ból, miután megvette a Ubisoft, ők fejlesztették régen a Settlers sorozatot. És én az a gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat játszottam. És hát azért azt látni kell, hogy nem felejtettek el stratégiai játékot fejleszteni, tehát ez továbbra is megy nekik. Jó, Shedit Adri, akkor megnyugodtam. Az, hogy a Ubisoft megvette, hát amúgy annyira nem látszik rajta, hogy akár negatívan, akár pozitívan is bármi hatása lett volna. Ez egy nagyon jó játék szerintem. Nyilván a maga apró cseprő hibáival, amiket amúgy azért javítgatnak folyamatosan. Na, és az acél miért nem érkezett meg? Vagy a többi volt eddig is? Lehet amúgy. Még nem ért ide az acél. Nem, még nem ért ide. Vagy elcsináltam a trade route-ot, az is lehet. Hát mondjuk Flappy-e, igen. De tudod, a DLC az olyan, hogy életbe tartja a játékot, hogyha nem lenne, nem jöttek volna ehhez az annóhoz DLC-k, szerintem már, hát nem azt mondom, hogy senki nem játszana vele, mert az azért, na, de életbe tartja, tehát tényleg, és nagyon-nagyon sok content jön hozzá, amivel, hogy mondjam, tehát idő, hát itt is most nézd meg, hogy játszok már itt egy órája. Jó, tudom, bénázok is, de igazából ennyit tudtam csinálni az új DLC-ből. Úgy nyilván, aki profi, meg nagyon sokat játszik, meg ezért, az annak valószínű gyorsabban megy, mert nem kell nyersanyagokkal vacakónia, meg ilyesmi. De hát na, én nem vagyok profi. Ja, szerintem alapba volt vezeték, meg cink. Jó, oké, és azt már vittek. Jó, hát akkor várjuk a hajót. Hold the crane. Reméljük, hogy előbb-utóbb ideér. Ja, és igen, Flappy, nagyon fontos, holnaptól hétfőig ingyenesen lehet játszani az annóval, úgyhogy tudjátok, ez a izé, ha már ingyen van, akkor mindenképp próbáljátok ki, de ugye általában ez úgy, mit tudom én, az ilyen Epic Store-os ingyenes játékokra is igaz, meg úgy bármire, ami az adott, tehát most ilyen, vagy ilyen akció keretében ingyenes, ezt én mindig mondom, hogy próbáljátok ki. Talán van is egy ilyen, talán J-Hunternek van egy ilyen sorozata, aki azt csinálja, hogy kipróbálja ezeket a Epic Store-os free game-eket, ha jól tudom, és így be is mutatja őket. Hát, azt valamelyik jobb, valamelyik nem annyira jó,
De ez a szokták mondani, hogy hát, ha már ingyen van, akkor nézzél rá, próbáld ki, hogyha van időt, persze. Hi. És akkor, ha tetszik, akkor... akkor játszottál jót. It's wise to be ready to move on. New orders. Nem tudom, hogy hol a hajó, ami hozza az acélt. Cargo boat at the ready. De megvárjuk. Hát igen, meg még mielőtt elindul a fél év, még most a héten lehet játszani egy kicsit. Nektek annyira nem kell előre készülni a fél évre, bár aki jön hozzám Pro 2-re, az a Java Complete Reference könyvnek az első fejezetét. Nem is az első fejezetét, az első részét, az már el is olvashatja. Nem hosszú, olyan 450 oldal, hétfőre pont megvan. Nem csak viccelek, ami... The people celebrate your leadership. Na, elvileg beindult a dolog. Toasters are selling fast. Imagine the profits if we had more types of products in our stores. De ez most miért 50 per 70? People celebrate your leadership. Time to brew up tomorrow's trends. I'll uncork the bubbles. This catalog will be bursting in no time, and with a fat profit. I take it you're not turning down the co-opportunity of a lifetime. Knew you'd be on board, a wise one. To kick off, we have to invest in R&D. A board chore, but we delegate. Mm-hmm. Once we built them their lab, we can get on to the real stuff. Hát akkor itt kéne egy engineer residence-t upgrade-elni. The people celebrate your leadership. Skyscraper-re viszont az egyet downgrade-elni kell, ami azért gond, mert... nincs minden, ami kell hozzá. Jó, hát akkor... azt csináljuk, hogy valahol itt a szélén... létrehozunk például egy egyetemet, mert hogy ezeknek a mérnököknek kell az egyetem. De rettenetes. Oké. És akkor mi kell még, ami itt biztos nincs? Hát kabát, konzerv... Jó. Na ezek tuti vannak, mert ez kell a szemüveg, kávé, villamos áram, meg izzó, az tuti kell a investoroknak is. Akkor hordani kéne kaját, varrógépet, kabátot. És ezekből szerintem nincs valami sok. Hát, vagy de, kabát ebből sok van. Hát varrógépből nincs valami sok. Jó. Egy kicsit tolunk a varrógép bizniszem. Igen, ez valószínű azért nincs, mert az acélgyártás az nem pörög olyan nagyon. De akkor fölpörgetjük. Lassan már átnevezhetném ezt a várost Miskolcra is. A sok acél miatt. Look sharp, the governor's here. Oké. És akkor most jött a varrógép. Alas, my bowels churn afresh, and I must beg your expertise. Now, now. Workforce shortage. Hát most még viccelek, tehát azért hétfőig azt nem kell
nem kell elolvasni. Egyébként azon fogunk végigmenni egy pár kiegészítéssel, így a fél év elején. Szóval amúgy lehet azt is nyilván olvasgatni. De alapvetően most nem hétfőre kell azt, tehát nyilván... Várjatok már. Szerintem meg itt olyan hajó arra. Jó. Tehát azért... azon fogunk végigmenni, alapvetően. Ez nem is olyan hajó a fenébe. Tehát azon fogunk végigmenni azon a könyvön. De pár kiegészítéssel, meg azért fogok magyarázni, mert az egy eléggé száraz szakkönyv, tehát a Java Reference Manuál. Nem mondom, hogy rossz, csak... Na. Tehát azért nem egy... Nem egy gyűrűk ura, maradjunk annyiba. Így van, az 11th Edition kell, a 11. kiadás, és így van, Nevermind, hogy mondod, Amazonon ott van. Argo stations. Workforce shortage. Vannak bajok. The people celebrate your leadership. Elfogyott a rum, hát ez már önmagában rettenetes. De miért kevés a kabát? Bucskázok, bocsánat. Így van, Sedit Adri, amúgy a java most jön. Rettenetes szóvicc így este. Jó lesz amúgy, és nem csak azt fogjuk megnézni persze, mert az önmagában tényleg nagyon unalmas lenne, hanem... nem fogunk nézni azért mást is. Hát igen, ez biztos, hogy kevés így. Igen. Hát még egyet leteszek. Szóval fogunk nézni mást is. Például már kész egy JavaFX-es kis példa. Az ilyen kis GUI-s program. Ami térképen jelenít meg mozgó autókat. És... szerintem izgalmas lesz, de hát majd ti megmondjátok, persze. Ugye mindig a hallgatók majd megmérik, hogy jó-e, amit látnak. Szerintem van ilyen hülye helyen. What can I do for you? Szóval készülgettem, aztán majd meglátjuk. Szerintem jó lesz egyébként a, úgy alapvetően, de még azért van egy-két program, amit kellene. Gondolkodtam egy androidos appon, hát ha lesz időm, akkor megcsinálom azt is.
amit azzal kapcsolatban mindenképp szeretnék, hogy legyen benne ilyen hálózati kommunikáció is. Mert az adná meg az erejét a dolognak. Na, itt nincs hajóm. Szomorú lenne. És nincs. Menjen meg. Na mindegy. Akkor most ez így fog pörögni. Ja, csak ezt nem tudom megcsinálni. Menjen meg. Hát akkor leteszünk egy fűrészüzemet. Még jó, hogy mondtam, hogy rendbe tettem a új világot, mi? De kávéüzem az van. Így van, és ha igen, a chatbot csak az Pythonos lesz a tervek szerint. Az lesz az egyik Pythonos projekt. Tehát az egyik az a... The people celebrate your leadership. Én gépi tanulós, tehát objektum detektálás lesz Pythonos, a másik pedig egy Twitch chatbot. A tervek szerint. Mert lesz egy kis Python bevezető. Tényleg csak úgy megnézni, hogy milyen a nyelv, hogy működik. Megint egy picit más, mint a Java. Alapvetően az is egy típusos nyelv, mindegy, tehát hasonló elven működik, csak nyilván megvannak a sajátságai. Tehát megvannak a saját dolgai, és akkor néznénk egy ilyen kis gépi tanulós példát, hát, vagy objektum szegmentálás, vagy hát meglátjuk, gondolkodtam egy ilyen kis deepfake proginak a írásán is, csak hát azért az erőforrásaim nekem is végesek, de a Twitch chatbot azt tuti. Így van, nevermind, amúgy Stopsoros is pont ezt szerette volna, egy Twitch apis programot. Mondjuk ő nem kötötte ki, hogy Pythonban legyen, ha jól emlékszem, csak mondta, hogy legyen. És amúgy volna másra is lehetőség, de tehát azt is lehetne JavaScript-be írni, csak nem akarom, hogy JavaScript-es legyen a kezem. Hát Sedit Adri jól óra lesz, csak legyen időm megcsinálni tényleg, mert most mondanám, jó kifogás, az e-sporton nagyon sokan vagytok, de hát amennyi erőforrást az elvisz. De hát arra is készülök, persze. Tehát nyilván. Hogy ne készülnék. We're not going far without more hands. Én nekem ez itt valami nagyon gyanús. Már csak az, hogy elfogyott a rum, már az nagyon gyanús. Pedig rum az elvileg rohadt sok van itt. Hát igen, amúgy alapvetően mindegy, hogy most 80 vagy 140, már olyan értelemben, hogy megoldjuk okosba az értékelést. Már minden, nyilván le lesz írva a silabuszba meg minden, tehát nem az ez, hogy majd sunyogunk meg ilyesmi. Csak ugye előző fél évben volt az a... hát a teljesítésnek egy lehetséges módja, hogy voltak versenyek. Ez egyébként most is így lesz, csak még ott nem volt időm megírni a silabuszt, hogy lesznek versenyek, és... az a csapat, aki megnyeri a versenyt, az kap egy megajánlott ötöst. És akkor ezzel már ilyen 5-6 hallgató ki van pipálva. És hát azt hiszem tavaly 7 vagy 8 verseny volt. Valahogy e körül. És ez most kiszámolod úgy instant ilyen, hát mondjuk 40-45 hallgató simán.
De lehet, hogy 50 is, mert nem csak 5-en voltak egy csapatban, hanem 6-an 7-en. Szóval az évfolyamnak egy jelentős része. És tudod, ez olyan, hogyha rendezünk több versenyt, akkor ugye több még több lehetőség van megnyerni, és így tovább. Tehát, ja. Na, hogy állunk itt? Mondja, hogy hát, kaja már van. Hát, kabát is van. Ezt szerintem a turisták fogyasztják egyébként. Mondjuk lehet, hogy hozatnom kéne inkább. Miből van sok? Oké. Hát akkor lehet, hogy inkább hozatok. 50 az egybe hozza a kabátot. Ez nem valami jó. Na, mi van még itt? Minek van itt dinamit? Mindegy. Na, ez már egy az egy. Akkor ez oké. Okay. És akkor hát szappa a helyett. Hát lehet, hogy ehelyett meg akkor hozunk. Konzervet. Hol a konzerv? Na csak én nem látom. Igen, az még nem állok voltam, aha. Hát akkor azt nem hozunk. És akkor ez kell meg. Varrógép. Lehet, hogy az sincs még. Nem, az sincs még. Jó, hát minél kabátot legalább tudunk hozni. Hold the crane. Jó. Hát igen, és akkor lehet, hogy a kabátot meg is toljuk egy kicsit. Csak mert nehogy kevés legyen. Ezt a sok dinamitot meg eladjuk a brandba. Így. Oké. Okay. Tényleg nevermind, ezzel reklámozzák az egyetemet. Nekem nem szóltak a galánok. Milyen játékok lesznek? Megbeszélünk mindent. Mi ez a Link Nevermind? Ó, tudom, erről hallottam. Hát ez gondolom, ez az UEG, ez a hökösöknek a biznisze. Nem biznisze, hanem versenye, bocsánat. Igen. Jajon. Igen, ezt olvastam, hát ki is van plakátolva az IK-n is. Hát milyen játékok lesznek? Márkán megbeszéljük majd. Nyilván a legnagyobb címek ott lesznek, fixen. Tehát az egyértelmű, de amúgy... Tehát hogy mondjam... Megbeszéljük, amit szeretnétek. Nyilván az ilyen League of Legends, CS:GO, Siege... Ezek tuti. Hát mi volt még tavaly? Nem is tudom hirtelen. Valorant. Workforce shortage. Na már itt is. The people celebrate your leadership. Itt meg a tortilla fogyott el, de hogy fogyhatott el? Még jó, hogy kiszámoltam. Mindig is jó voltam matekból, csak mondom. Hát na, mondjuk ezt tényleg nem tudom, hogy számoltam ki.
Ennek jónak kéne lenni. The people celebrate your leadership. Hát igen, mondjuk ez valóban kevés. Akkor lerakunk még egyet. Lehet, hogy emiatt fogy el. Rocket League, hát igen, igen. Hát nem tudom, meglátjuk, megmondom, megbeszéljük első alkalommal, összeírjuk, és azok lesznek. Hát ugye előző félben ezek szombatonként voltak, tehát minden szombat délután volt egy verseny. Hát nem azt mondom, hogy nem lehet több is. De meglátjuk, megbeszéljük majd. Megbeszéljük. Ne legyek magammal szigorú így este. Hát... Igen, mondjuk... Nem este kell számolni, este játszani kell. Csak hát, hogyha a játékba számolni kell, akkor... Az azért... Igen. De tényleg nem értem, hogy... Hogy fogyhatott el a marhahús. Ez nagyon szomorú. Többet meg nem fogok lerakni, és már szerintem így jó lesz. Gather more people. Jó, meglátjuk. Para, amúgy jöhetsz, csak... Neked már megvan a tárgy, aztán tudod, hogyha megnyered, akkor kinek adom az ötöst? Workforce shortage. Na, én meg amúgy most gondolkodok, hogy lehet, hogy nem is ide kéne ezt az egyetemet tenni, mert ennek a hatók körébe kéne. Tehát valószínű, hogy ezt fogom majd downgrade-elni. Úgyhogy ezt a gyümölcsöst itt át is helyezzük. Hát hova? Oda jó lesz. Nice day for it. Jó, és akkor ide megjöhet az egyetem. És akkor gyakorlatilag ez az egyetem egy ilyen gyümölcsfákkal övezett egyetem lesz. Sedit Adri neked? Hát tudod, ez olyan, hogy megnyered a Rocket League tornát, akkor simán. Hát ja. Csak ez is kéne tégla. Azok is. Találok hajót. New orders. Bring her around. Hát nem tudom. Azért nyilván az ilyen boostolásokra majd azért figyelünk. Nyilván, ha jól emlékszem, tavaly is az volt, hogy volt valami szabály. Most ennek utána kell majd nézem, mert pontosan nem emlékszem. Hogy mintha csak olyan vehetett volna részt, aki... Tehát a csapat 80%-ának kellett... olyannak lenni, aki fölvette a kurzust, tehát aki úgymond eligible az ötösre, tehát aki kaphat ötöst,
És azt hiszem a 20% lehetett, aki... aki egy nem hallgatója a kurzusnak, de egyetemi hallgató, tehát az IK-n hallgató, és olyan nem lehetett, aki nem IK-s. Tehát ha jól emlékszem, így volt a deal. Na most ez Rocket League-nél... Hát para, őszintén szóval nem tudom, hogy hogy osztasz valakit ötfele. Workforce shortage. Hát így van para, pont ugyanazt mondjuk, így van. Ja. Nem tudom. Na, azt mondja, hogy van kaja, van kabát, meg van varrógép. Akkor elvileg lehet downgrade-elni. Cream whip and toppity top. És akkor most ugye várni kell, hogy ugye fölboostolódjon. People celebrate your leadership. Tehát, hogy kimaxolódjon úgymond az igény. Hát még room is van. Na. Ez egy boldog mérnök lesz. Perceken belül. Hát mondom, para, ez mindegy amúgy most. Hát az egy kétfős csapatnál olyan ne legyen már, hogy az egyik a... I don't pretend to understand artisans. Art is science. De a mondjuk egy háromfős csapatnál is azért necces. Na az UEG az IK-s rendezvény volt, nem összegyetemi? Csak hogy azt írod, hogy IK-s legyen. Vagy a IK-s selejtező? Nem tudom. IK-s volt. Aha. Mert mint a Willyman, hogy az UEG az... csak egyetem... Na, igen. Ja. Hát, ez mondjuk nem feltétlenül jó szerintem. Mert érted, akkor most a maradék kettőre meghívom így ilyen... hát az őszintjükön bohóckodni mondjuk csébe egy torzsit, vagy ilyesmi, azt tudod így... Sok sikert a többieknek, tehát... Én azt mondanám, hogy... Hát igen, para, ezt mondom, hogy a... Vagy mondjuk egy... Hát már, ha jól tudom, nem hallgatunk a... Na, gyorsan akartam mondani. Tuba. Ugye Valorantos... srác. Ami szakdolgozom volt. Szóval, hát igen, ez olyan fura egy kicsit, hogy egyetemi kupa, és akkor lehet egy csapatban olyan, aki nem egyetemista. Hát. Jó, nem azt mondom, ők tudják, ez volt a szabálykönyvbe, akkor nincs ezzel gond, csak én nem így csinálnám. Na, akkor nyomjunk itt is egy skyscraper. Beef. Boring! We're shaping the future of consume here. The outside's drab. Has to show off what happens inside. People like gardens, right? Slap a gazebo next to it. Micsoda? Market Research Lab. Tehát egy ilyet kéne letenni? Oké, okay, Gazebo Plaza a Investor Construction tabon van. Nézzük. Hát csak én nem látom. Ez könnyen lehet.
Nem látom. Hát nem Fodára gondoltam, para, nem. Hát ő nem volt szakdolgozom. Tubára gondoltam. Hello Miska, szia, szép estét. Te, én most... Esküszöm, nem tudom mi van. A Gazebo Plaza Investor Construction tabon van. Ja, ornament. Jó, lehet, hogy ez ornamentek között van. Csak jó helyen keresem. In the presence of a virtuoso. Én tényleg nem találom. Ne várjatok, erre ránézek. Muskázok egy kicsit. People celebrate your leadership. Nagyon jó. Ezt kérte, hogy értenünk. Not too shabby. Should be a breeze now for Miss Jenny, my house help here, to get to work. We do the big picture, she'll do the nitty gritty. Yes, the details are within my purview. One footnote, my name is Theodora, although Mr. Bader seems to prefer Miss Jenny. An honor to make your acquaintance. Miss Jenny, be a dear. I have a cup here with no coffee in it. Now, to business. Our first patent. You've earned the executive decision partner. What'll it be? Hát mondjuk ez fura egy kicsit, hogy most itt tulajdonképpen egy szabadalmat kéne kikutatnunk, és itt bemutatkozott a hölgy, aki csinálná, és így, hogy Miss Jenny. Jó, tudom, hogy ez a 19. század, csak ott már igazából tehát már megsértődnek, ma már azért bunkóság egy kutatónőt Missként vagy Missisként szólítani, mert hogy doktorként kéne. Na mindegy. Na, lássuk. Tehát mit kéne kikutatni most azt, tehát mire kéne a szabadalom? Tehát, vagy egy új gép. Tehát, hogy mi történik, mit árusítsunk, hogy valami modern dolgot, vagy valamilyen, hát most ezt lehet, hogy hülyeséget fogunk mondani, de ilyen glamour, luxus dolgot, hát nyilván modernity. Tehát valamilyen kulináris kütyű. Lesz a következő. Tehát mi legyen?
Tehát azt mondja, hogy ugye toronyházakat építünk, tehát kell egy kényelmes mód, amivel lehet ezeket takarítani, hát csak nem a porszívóra gondol, vagy mondjuk valamilyen olyan, amivel hűteni lehet. Hát itt meg gondolom a hűtőre gondol. Hát porszívó vagy hűtő. Mit mondatok? A hűtő szerintem hasznosabb, nem? Mármint, hogy... Na, értitek. Szerintem is. People celebrate your leadership. Mert érted, most a porszívótól nem lesz hideg a sör. Viszont hideg sört lehet inni poros lakásba is. Milyen jó érveléseim vannak. Na, és akkor. A device that keeps food fresher, longer. Miss Jenny is good with groceries. Great even. With time, she might think up the ideal base temperature. No. Akkor elvileg. I'll see to it. Jó, jó, jó. Stupendous. Well, partner, I'll be in contact once the lab have finalized the patent. Akkor Teodóra nekiült hűtőt készíteni. Már hogy szabadalmaztatni. Úgyhogy Mr. Bader, ja. There's a problem. While I was out this morning, someone broke into the office. The oil for the cooling system was stolen. Ez szomorú. Valami gond van. You were out, Miss Jenny? I thought your work was your life. Well, but can you still continue our research? Perhaps you can replace the missing goods, guru. You know, keep up your side of the bargain. Not sure I trust Miss Jenny to do it on current form. Mm-hmm. Tehát ellopták az olajat, ami kell. I'm afraid not. Without these materials, I cannot move forward with the prototype. Tehát kéne neki 15 tonna gáz. Darn it, this is stalling us. Wasted time, wasted money. Miss Jenny, my partner and I will have to look at your salary, won't we? Production will take time, so let's diversify. Jó, akkor kell, The arcade could cater for the furnishing of empty office towers. Kell 15 tonna gáz. Ja, az nem is itt van. Aha, hát. Jó. Akkor hozunk. Hovering. Állj meg. Na, akkor ezt most visszaküldjük a... Bocsánat, nem ez. Visszaküldjük a sarkörre. Mert hogy ott van nekünk. A szél inleten egy gázbányánk. Gázbánya. Földgázlelőhely, na. Csébala, nem kell leírni, mert megy YouTube-ra. Tehát ne aggódj, meg lesz. Nem, ez ebből nem lesz védés. Talán. De így van, para, abszolút igazad van. And that's the funny thing. A britek isszák a sört ilyen, hát nem azt mondom, hogy hidegen, vagy melegen, hanem ilyen... Jó, hát mondjuk amilyen sört ők isznak, lehet, hogy annak mindegy. És itt most az angolokra gondolok, nem az írekre, meg ott az EU sörök vannak. Na megvárjuk, hogy ide érjen a léghajóm, és akkor... Elvileg itt már van annyi gáz, hogy... Hát
Hol mutatja ezt? Aha. Jó, lesz itt gáz. És érdekes, hogy a Constructionhöz teszi. Na mindegy. Your ship has returned from its voyage. Hát para, nekem a csoki sörről azért jött eszembe a... Régen volt a vaníliás kóla. Nem tudom, távoli olyat ittál-e, vaníliás Coca-Cola. Hát jó régen volt, szerintem olyan... Hát lassan 20 éve ennek. De így hirtelen az jut eszembe a csoki sörről. Igen, hát Miska, te biztos, te biztos. Nem sok ideig volt itt áll, vagy 3 éve. Hát lehet, hogy még most is van, bár én mostanában nem nézem ezeket az üdítőket, mert így elég off-topic lett nekem. The people celebrate your leadership. Szóval... Tehát én már ilyen cukros üdítőket nagyon ritkán iszom. Meg az ilyen kólát, meg ilyesmiket. Most nézem, hogy ugye itt már van department store, és akkor lehetne léptetni, csak kéne építőanyag. Úgyhogy akkor azt léptetjük is egyel. How thrilling! A renowned personage has arrived. On our way. Hát igen, mondjuk ez igaz, hogy a Zero Cola-ban nincsen cukor. Ez igaz. De ott, mondom, a kólában nem csak a cukor a problémám, hanem a... tehát egyrészt, hogy nem nagyon tudni, hogy mi van benne. Bár azért úgy nagyjából rá van írva. De ott azért nekem gondom van a koffeinnel is. Bár az nem olyan sok azért. Illetve ugye a foszforsav, ami meg ugye a fogakat... Hát emlékszem, hogy... Na mindjárt ezt megcsináljuk, és akkor... Are you certain we should use these goods? Are you certain? Ah, how I relish working with a professional. If only that was the norm. Wouldn't you agree, Miss Jenny? Indeed, Mr. Bader. I too wish that were the case. Good news. Ingenuity activated. The prototype successfully passed testing, is fully functional, and is ready to enter into production. Föltaláltuk a hűtőt. Cold and calculating, Miss Jenny, as usual. I think we can shut the door on this one, Guru. És akkor kéne még egy ilyen department store. People celebrate your leadership. Csak hova tegyem? Mondjuk ezt áttenni máshova. Őszintén szóval, mert erre nem nagyon van ilyen. A fire broke out. Na de jó. Kijut a tűz. Ó, és nincs deszka a jelenben. Visszatérünk, ígérem. Max elejéig az az egy kis valami. Na, akkor csak hova kéne ezt áthelyezni? Ide átfér ez.
van ez az erdős rész. Ó, simán. Ezt most olyan magyarul sem oldottam meg. Kivágtam a felekat, hogy odaférjen a kocsma. Ennyi. Csak kell busz megálló mellé. Igen, és ennek át kell fednie. Na. Remélem most már jó. Aha. Jó, és még kell egy raktár mellé. Szuper. És akkor ide jöhet a következő ilyen áruház. Ha ide férne. The fire has been vanquished. Na, eloltották a tüzet, mondom, azt, mondjuk azt nem tudom, hogy ki, mert nem építettem meg a tűzoltóállomást, de mindegy. Miska, csak nekünk annyi kell, hogy letegyük a boltot, amihez elfogyott a téla, nyilván. Hogy tudjanak venni a investorok. Az, hogy ő utána mit csinál, az az ő dolga, de az investoroknak meg kell, hogy legyen áram bevezetve. Tehát ők fogják majd megvenni, de itt meg az áram be van vezetve, szóval... Ja. És szerintem így, hát most meg nem mondom nektek hirtelen, hogy a hűtőt mikor találták fel úgy amúgy a valóságba, meg mikor szabadalmaztatták, ha egyáltalán szabadalmaztatták. De... Nem tudom, hogy akkor még így árammal működötte vagy sem. De nem vagyok tisztában. Szóval igazából mindegy, hogy mivel üzemel, mert van áram a investoroknak. Jó, és akkor innen a katalógusból most már ki lehet választani a hűtőt. És a hűtőhöz kell gáz, kaucsuk, mondjuk nem tudom minek, meg acél. Hát a gázt azt értem, bár ez mondjuk nem... Jó, hát picit sántít a dolog, mert én ott az északi sarkon egyébként földgázbányászok, és hát ha jól sejtem, bár lehet, hogy tévedek, a mai hűtőkben nagyon nem földgáz kell, meg a régiekben se szerintem. A kaucsukot értem. Hát Shady Tadri mondjuk ez igaz. Oké, legyen így. Meg az acélt is értem. Na, és akkor ez azt fog eredményezni, hogy plusz 4 lakó. Nem, happiness, bocsánat. Igen, ez előzőn is happiness volt. Plusz 22% income, ami az investoroknál nagyon sokat jelent. És kevesebbet fognak majd kerékpárból és izzóból fogyasztani. Aminek megint csak örülök. Jó, akkor ez most alapvetően azért szívás, mert akkor ide gázt kéne szállítani, meg kaucsukot. A dandy choice! És szerintem egyik is. Hát, acél az tuti van. Hát van kaucsuk is. Gáz az nincs. Jó. Akkor most már a gázt a északi sarkról ide fogom szállítani. Ami hát nem túl sok.
De hát ez van. Ezt a pál, ezt meg tedd már ki ide. Jó, mindegy. De van nál 40 tonna pálinka, az most elvitte. Nevermind. 1755-ben tervezték az első nem jeges hűtőt. Rendesen árulni 1915-ben kezdték. Jó, legyen. Legyen. Most nyilván ez egy videójáték, tehát azért belefér. Az, hogy most mennyire realisztikus, hát... Na. De amúgy amennyire lehet, szerintem az. Hát igen, Sedit Adri, régi. Magyarországon nem tudom, mikor kezdték el úgy nagy üzembe. Én azért még hallottam ilyet, ilyen sztorikat, ilyen nagymamáktól, meg ilyesmi, hogy ők még most nem hűtőbe, hanem zsírba tárolták, meg ilyesmi. Tehát azért nem, nálunk szerintem nem 1915-ben kezdték el. Hát meg nyilván az is, hogy most ki tehette meg, hogy használja, meg megveszi. Tehát azért nyilván kisvárosba, faluba, vidéken. Tehát nem biztos, hogy ez olyan egyszerű volt. Jó. Na, beindult a termelés. Ezt itt akkor megint léptetjük. Mert ugye most már van nyersanyagunk. Nagyon jó. És azt mondja, hogy új épületeket állokkoltunk. Tudunk rá gumit csinálni. Surely a higher skyscraper surrounded by lower ones would provide the best panoramas of the city. Ó, tehát akkor ez a panoráma effekt úgy van, hogyha a környékben alacsonyabb felhőkarcolók vannak, akkor az növeli ezt a panoráma effektet. Hogyha ugyanolyan vagy vagy magasabb, akkor pedig csökkenti a panoráma effektet. Hát mondjuk ez világos. És minél nagyobb a panoráma effekt, annál nagyobb a... Tehát annál több lakó van a felhőkarcolóban. Mindent értek. Hát ez mondjuk elég egyértelmű. Jó, és hogyha tehát kijelölöm, akkor az alacsonyabbak zölden lesznek, a magasabbak vagy az ugyanolyanok pedig barnák. Jó, és van egy kis help is. Oké. Okay. Jó. Jó, rendben van. És akkor most már tudunk csinálni rágógumit. Hát, meg majd kekszet. De kekszet akkor, ha... Ja, itt igen, ilyen globál állok precondition van. Tehát kell 15 darab olyan skyscraper, ami level 2 legalább. És akkor tudunk kekszet gyártani. Nagyon jó. Oké. Okay. Ja, és akkor itt adja is nekünk az infót, hogy a környező felhőkarcok milyenek. Hát nyilván még nincs környező felhőkarcom, mert ez az egy van. És akkor itt a inkább az 7% plusz, illetve 10 bónusz lakó, ahhoz képest, ami egyébként lenne, hogyha nem olyan jó a panoráma effekt. Ez akkor lesz majd érdekes, amikor így már mindegyik ilyen nagy felhőkarcoló lesz. Jó. Na nézzük meg ezt a level 2-t. Hát szépen növekszik. Jó. Jó lesz, jó lesz. Oké. Okay. Na.
Hát para, az is jó a gémes kód, de oda gondolom a sört, meg a hasonló igényű termékeket kellett tenni. Na, amúgy ott hagytam abba, hogy ez a kóla, hogy csináltunk régen egy kísérletet a kólával. Régen csináltam ilyen nyári táborokat, voltam szakmai vezető ilyen vadaskerti táborban, és akkor ott voltak mindenféle ilyen környezetvédelmi témák, meg ilyesmi. És csak a kólának a hatásait szemléltetendő, beletettünk ilyen sima csirkecsontokat sima kólába. Tehát vettünk, hát most nem mondom a márkát, mert inkább nem, mindegy, valamilyen kólát vettünk, és beletettük a csirkecsontokat egy pohár kólába. Majd mentünk másnap, kivettük, és tényleg olyan volt, hogy így lehetett hajlítgatni. Hát ugye ilyen nagyon egyszerű kémia, hogy a foszforsav kioldja a kálciumot ugye a csontokból, és hát azért a fogakban is van elég sok. Nem akarok itt nagyon most belemenni az okoskodásba, mert azért nem az én szakterületem, de nagy vonalakban ennyi a lényege a dolognak. Aztán amikor én először láttam ezt a kísérletet, akkor mondtam, hogy jó, hát akkor én inkább nem innék kólát. Legalábbis tisztán semmiképp. Fehér rummal amúgy nagyon jó, de magában nem igazán. Na, hát úgyis jó para, a vödörrel húzott ki a kólát. Már csak az a kérdésem, hogy hol laktál, hogy a gémes kútból kóla jött. Mert akkor azt a helyet megnézném. Jó, na mit kér tőlünk a játék? De én ezt nem értem, hogy ez... Ez itt most miért nem 70%? Jogos, ez azért van, mert le van fixálva a nap. Nevermind. Szerintem ezen tudok izélni. Valahol van egy olyan, hogy... Lehet, hogy nem is itt a graphicsnál. Tehát le van fixálva az, hogy a nap hol van. Hát, ha megtalálom, persze. De lehet, hogy itt lesz. Aha. De igen, lehet, hogy ez lesz az. Jaja. Na, így most már. Már ha így megfelel. Valóban így amúgy jobban is néz ki szerintem. Ja, és amúgy meg be lehet állítani ezére is, hogy menjen a nap, vagy fix időpont legyen. És akkor így át lehet kapcsolni éjszakára. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik. De így akkor látszik az éjszakai fények is. Amint majd most fogok fölbúszolni egy kicsit, mert most akciós az a csomag, amiben a City Lights, azt hiszem ez a neve, és akkor lehet ilyen fényeket lerakni, a lámpákat, meg világítást, meg ilyesmit. Nevermind, igen. Hát, Sedit Adri, amúgy igen, de nálunk volt egy mondás, még amikor legutóbb gyerek voltam, hogyha nem jó a szesz, akkor feljavítjuk boleróval. Tulajdonképpen ez nagyjából az, amit mondasz, tehát az ilyen commerce whiskyk
Bár én viszkit életemben egyszer ittam. Szóval, de mindegy, bármilyen commerces, följavítjuk Boleróval. És ez most vagy kóla, vagy valamilyen ilyesmi. Na, ezt most megfejtem, hogy ez micsoda. People celebrate your leadership. Hát ez elvileg teljes gőzöm van, és elvileg ez is. Department store supply. Hát, na jó, csak igen, tudod, amikor már a Boleróval javítasz, akkor ott már azért tényleg vannak gondok. Hát esküszöm, nem értem, hogy ez most miért nem pörög. An explosion in one of your factories. De jó, felrobbant az egyetlen gázbányám, ami a hűtőkhöz szükséges gázt állítja elő. Na, mindjárt újra építem. Jó, tehát építsem fel az épületeket. Mondjuk ez lehet, hogy az előfeltétele, hogy legyen egy csomó. Jó, tehát, hogy a boltnak szükséges, hogy elérhetőek legyenek ezek az input goods, tehát a nyersanyagok. Annyi a lényeg, hogy legyen warehouse, tehát raktár a környéken, az nyilván van. És az, hogy ez a zöld azt is mutatja, hogy melyik skyscrapert, tehát melyik felhőkarcolót elégíti ki ez a bolt. És akkor lehet, hogy ez az előfeltétele. Oké. Jó, tehát akkor az a feladat, hogy építsünk 5 level 1, tehát egy-egy szintű felhőkarcolót, egy kettes szintű felhőkarcol körül. Hát ez mi sem egyszerűbb. Ugye itt van egy kettes, és akkor ezeket kéne léptetni. Hát csak kéne lift, hozok liftet. New orders. Hát, Miska, amúgy panel, hát nem panel ez, ezek ilyen polgári lakások, tudod, ezek a... Pesten is van egy csomó ilyen kerület, meg... Hát nem is Pest talán a jó példa, hanem mondjuk... Hát, mire mondjuk gondolj Párizsra. Na, és ott a Diadalív környéke, meg... tehát az a... Hát mondom, hogy óvárosi rész, de azért nem annyira óvárosi rész, de inkább valami olyasmire kell gondolni itt. Van már majdnem 500 tonna liftünk, jelentsen az bármit is. Na, akkor mi van itt? Kéne még gázmező. Mert kevés lesz a gáz a hűtőknek.
nagyon keveset állít elő, az a baj. Na mindegy. Majd javítunk ezen is. Tudjátok, tehát azért mondom, hogy rengeteg content van ebben a játékban, és a világ összes ideje nem elég rá, hogy... Hát igen, de amúgy azért tűnik úgy, mint egy lakótelep, mert én ilyen... hát nem szépen építek, na. Tehát olyan nagyon... nem sok időt foglalkoztam a dizájnnal, maradjunk annyiba, meg így a tervezéssel. De, ja, hát igen. De azért a szockó panelok azért nem így néznek ki. Na, építkezzünk. Szóval ezt akartam. Ami építőanyag mindig elfogy. New orders. Úgy, hogy nem kell messziről hozni. Hát igen, amúgy ez jó kifogás. Ilyen a városi dizájn. Hát igen. Aztán vannak ilyen lakóparkok, ahol ezeket úgy nem annyira... Hát nem az, hogy nem tartják be, hanem így nem... írják elő, hogy ezeket, ezt a kóda meg olyan házat építesz, amilyet akarsz. De hát igen. Hát a panel az meg másokból volt olyan, amilyen. Hold the crane. Na. Ó, értem, és akkor most már intenz a panoráma effekt. Tehát egy felhőkarcolónak javítja a panoráma effektjét az, hogyha körülötte vannak olyan felhőkarcolók, amik alacsonyabbak. Hát, ha jól értem, persze. Aha, és akkor itt nőtt is a Incamper House is, meg a bónusz rezidenc is. Az szuper. Azt hiszem akkor én. Na most meg az acél fogyott el. Hát igen, ez sok nyersanyag kell. Hát nem egy kádárkocka, így van. De amúgy ezek a felhőkarcolók is inkább a 1800-as évek vége. Én úgy gondolom, mint az eleje. Bár erről sincsenek azért pontos információim. De hogyha jól emlékszem, például New Yorkban az első ilyen felhőkarcolók azok úgy a... Hát, mondjuk 1900-as évek környéke. Lehet, hogy a még előtte egy kicsit, mondjuk 1890, csak mondtam egy számot. De majd mindjárt megnézitek Wikipédián. De nem az 1800-as évek eleje szerintem. Akkor még azért nem voltak ilyenek. Talán. Na, akkor még ezeket felhúzom. Aha. Ja, értem, és hogyha kijelölöd ezt, akkor itt azt mondja, hogy no panoráma, mert hogy itt a környékben vagy ugyanolyan magasságú, vagy magasabb felhőkarcolók vannak. Na. Ja, és akkor ebből kettő kellene?
an explosion in one of your factories. Fölrobbant egy olajfinomítóm is, mindjárt megjavítjuk azt is. Tehát azt mondja, hogy 5 egyes szintűhöz kell, nem 5 egyes szintű kell, egy kettes szintű köré, és akkor ezt kétszer kell megcsinálnom. Jaj. Oké. Hát segít adni amúgy igen, tehát a kádár kockát is persze be lehet lakni, hogy ne. Ez nyilván. Hát igen, alapvetően nyilván azért vannak ilyen gondjai, amik ilyen, hogy mondjam, ilyen technológiai hiányosságok a mai szemmel, meg a mai igényeknek. Meg nyilván azért nem ilyen, nem a környezet barátságáról volt híres. Azokon lehet javítani, viszont ennyiből jobb egy új építés, hogy nyilván már azt már úgy csinál meg. Más kérdés, hogy lehet, hogy kétszer annyiba kerül, sőt mostanában lehet, hogy háromszor annyiba. Ez a remek, hát most mondanám, hogy euró árfolyam vagy forint árfolyam, ezt majd döntsétek el, hogy mi. De ja, mostanában nehéz azért házat építeni, maradjunk annyiba. Jó, akkor két darab intense panoráma effektes kell, tehát egy már megvan, akkor legyen még egy, akkor itt is megcsináljuk kvázi ugyanezt. A nyersanyag mindig elfogy. Beállíthatnék egy hajót, ami fixen hordja. De így se rossz. Közben. Itt egy szénbánya. Itt meg egy olajfinomító. Ez baj. Mert kéne vadászni egy hajót, aki ezt elviszi. Nincs hajóm, de már. Hát akkor lehet, hogy ez a hajó lesz. Bár vitorlással nem szeretek szállítani, mert rohadt lassú, de... Akkor ez lesz. Not too many changes, I hope. Meg lesz mindjárt. Ready for a challenge. És nem tudom kitenni, mert olyan sok van. Steersman. Na mindegy. Folytassuk itt a építkezést. Lehet, hogy nem ide kellett volna. Na most azt írja, hogy itt nincs panoráma. Jaj, ezt nem kellett volna. Persze. Ja de bocsánat. Ja. Jó lesz mindjárt, csak
Elvesztettem a fonalat. A truly intense panorama of the city. Reserve an apartment for me at the top. I'd love to be the envy of others. Jó, oké. Mert itt a környezetben van 5 olyan, ami... És ugye ezek is hatással vannak rá. Jó. Szuper. Na és akkor mi a következő? The people celebrate your leadership. The people celebrate gondolom, your leadership. Gondolom, akkor építsek rágó gumigyárat. Ó, stop soros. Szervusz, üdvözöllek. Nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot. Amúgy még meg is említettek téged korábban. Szóba kerültél a Twitch apis feladatod kapcsán. Ami lesz. Lesz. És ha minden jól megy, akkor a őszi Pro 2 tájnak a része lesz a Twitch apis feladat. Csak még nekem is ki kell dolgozni, és ha lesz időm, akkor ki is dolgozom. Szakítok rá időt. Frostpunk? Para. Hallottam róla, de még nem értem oda. Megnézem majd mindenképp. Úgy topsoros, hogy ne kapnál kreditet. Majd kitalálom, hogy hogyan. De okvetlenül. Na, akkor én amondó vagyok. Két dolog. $15,000 csenőpontért. 3. Stopsoros, ne hozz zavarba. Mi az az ECTS? Ne haragudj a tudatlanságomért. Nevermind, az Imperium Galaktikával játszottam. A legelsővel. European credit. Ja, oké. Hát mondjuk a 3 kredit az nem sok. Bár mondjuk azért manapság a hallgatók itt 3 kötvák kreditért már ölni tudnának, de jó. Ja. Na, szóval akkor azt mondom, én hozok sört, mert elfogyott. Ez az egyik, a másik meg akkor megnézzük ezt a rágó gumigyárat, hogy hogyan is kell. Már is jövök. Szerencsé, hogy föltaláltuk az előbb a hűtőgépet. Köszi Csébala, egészségetekre. Para, ez nagyon jól hangzik. De hogyha én megint belekezdek valamilyen városépítgetős játékba, akkor annak nem lesz jó vége. De jól hangzik. Na nézzük meg ezt a rágó gumigyárat. Azt mondja, hogy kell hozzá... Igen. Jó, és csak az új világban lehet. Jó. Akkor gyerünk az új világba, és elvileg... Na de itt hol? Ja, itt, oké. Azt mondja, hogy ilyenem van.
Cukorgyár itt pont nincs, de mondjuk van plantation, hát itt kaucsuk nincsen. Akkor lehet, hogy átmegyünk máshova. Itt van cukornád is, kaucsuk is, ezt meg bárhol le tudom tenni. Hát ember itt sincs, persze. Na, akkor itt egy kicsit kell menedzselni. Hát jól hangzik, para. Nevermind lesz, hogy ne lenne sztori játék. Ugye egyrészt, ami most lesz, hát ilyen puzzle gémeket mindig ki fogok próbálni egyet-egyet. Aztán, hogy befejezzük-e, vagy folytatjuk, az majd akkor derül ki, hogy mennyire tetszik. Ugye a 12 Minutes-et szeretném megnézni. Ha játszok vele, akkor biztos streambe. Amilyen story game is biztos lesz, az a Far Cry 6. Az már meg is van vásárolva, tehát az tuti lesz. Hát idén nem is tudom, hogy mi lesz még. Szerintem máshogy nagyon nem. Mert mindent jövő év elejére tettek. Ja. Azt meg majd, hogy februártól mi lesz, az egyelőre ki tudja. De a Far Cry az tuti lesz. Úgyhogy lesz story game. Amit itt akartam még esetleg így végigjátszani, azok a Last of Us, csak az volt a gond, hogy hát nem gond, hanem hogy nincs capture cardom. És azt itt nem tudtam. Ó, stopsoros. Nagyon szépen köszönöm a subgiftet Nevermind-nak. Köszi szépen. I feel bad for the poor Hornaleros. They will never experience the bliss that comes with progress. Köszönöm a támogatást. Na, itt meg valami nyugja van a helyieknek. Kevés a tortilla. Pedig az előbb már letettem egy... Igen. Tehát azóta marhahús már biztos, hogy van. Van marhahús meg kukorica. Hát a tortillához ez kell. Ja, akkor leteszünk egy tortilla... mi gyárat is. Tortilla gyár. Na mindegy. Szóval szerintem azzal ez ki fog simulni. Ami még itt probléma, hogy kávé sincs. És ugye a kávé is... ugye alapélelmiszer. Mi nálunk a pálinka. Na mindegy, ebben most nem menjünk bele. Szóval akkor ide kéne szállítani kávét. Itt elvileg annyi van, mint a rohadás. Van. Már csak hajó kéne, amivel elhozzuk. Hajó meg továbbra sincs. Ezzel. Melyik sziget volt? Már elfelejtettem. Ide kellene kávé. Na. Good and ready. Akkor te fogsz itt kávét hordani.
azt nem tudom, hogy varrógép van, rum van. Rum és sör van. Tehát akkor nagy baj már nem lehet. Szivar. Rum, sör, szivar van. Tehát ez a legfontosabb. Van kaja. Jó. Akkor csak kávé kell. Na. És akkor remélhetőleg... itt akkor a létszám az rendbe jön. Várunk egy kicsit. Tehát... Könyvtár van-e a városban? The people celebrate your leadership. Ebben a játékban nincs könyvtár. Vagy van? Nem, nincs. Hát ugye itt van egy egyetem, vagy hát ilyen research institute. We shall add something to complain about. Ugye az van. De ezt még nem nagyon volt időm itt fejleszgetni. Nincs is sok szkolárom egyébként. Csak 450. Hát ez nem tudom mekkora, mondjuk, mint egy Dunajvárosi főiskola. Nem tudom, hogy ott mennyien dolgoznak. Mondjuk az IK-nál nagyobb, mert itt, ha jól tudom, ilyen... Azt hiszem 80 vagy 90 szkolár van talán. Nálunk. Most nem akarok hülyeséget mondani, persze. Mondjuk, ha már itt vagyok, akkor lehet, hogy el is indítunk valamit. Ez nem annyira érdekes. Ez mondjuk érdekes. Így akkor az óvilágban is tudok kávét készíteni. Hát kávé vagy gyapot. Vagy gyapjú. Puskázok egy kicsit. Ilyen pamut. Csak kitalálom már mondani magyarul, hogy mi ez. Hát akkor legyen pamut. Csak ezt így ki lehet fejleszteni. Na jó, de térjünk vissza. Mondjuk mire ide ér a kávéval az a hajóval, szerintem el fog tartani egy kicsi ideig. Hát, most meg itt is elfogyott a tortilla, de ez hogy lehet? Itt lehet, hogy a kukorica fogyott el. Hát igen, itt az a baj, hogy itt nincs kukorica. Tehát a talaj nem alkalmas arra, hogy kukoricát termeszünk, ezért innen kell hozni. Úgyhogy lehet, hogy ezt kéne egy kicsit fölnyomni, hogy a termelés nagyobb legyen. Qué bueno. Mondjuk miért is ne? Végül is leteszünk egy ilyet, és akkor rendben is lesz a lakosság. What can I do for you? Helykihasználásra figyelni kell. Ezeket a intézményi szabadon választható tárgyakat sose értettem úgy igazán. Emlékszem, ilyen
Amikor IK-ra jártam, lett volna lehetőségem fölvenni a gombatoxikológiát. Amilyen... Hát amúgy ugye én jártam agrárra, tehát egy tök jó téma. Csak hát... nem tudom, hogy a ti infokaros témájú tanulmányaitokba hogyan fér be. Hát... Na mindegy. Nem akarom én ezt különösebben véleményezni, csak... Nem fura. Maradjunk annyiba. Azt mondja, hogy kéne még a lakos. Unfile the sail. Hát igen, a tesi az persze, az más, az... amúgy a tesi az kell, tehát ezt bármennyire is. Hát jó, mondjuk persze fontos, hogy jó tesit vegyetek föl, de azért az tényleg fontos. Mert lehet, hogy most még nem fáj, de később fog a sok üléstől minden fájni. Középkori orosz egyházművészet? Na, hát... Igen, az biztos izgalmas volt. Nem bántva persze azokat, akik ezzel foglalkoznak, csak... Igen. Na, közben megdupláztuk a kukoricaföld méretet. Reméljük így akkor már elég lesz. Hát mondjuk házakat le kéne tenni. Hi. We're in the presence of a virtuoso. Hát azért vannak olyan szállítási útvonalak, amik nem feltétlenül hatékonyak, maradjunk annyiba. Ezen még dolgozni kell. Ja. Buddhizmus és trópusi ökológia, az is nagyon jó. Amúgy a trópusi ökológia szerintem még jó is. Hát még a Covid pocak hagyjad, nevermind, az még könnyebben kezelhető, amikor már ilyen hátproblémák, meg tényleg hátfájás, nyakfájás, mit tudom én, sok üléstől rettenetes tud lenni. De hát arra meg van gerinctorna. Mágia történet, az is jó. Van gaming és e-sport szabvál IK-n kívül? Na. Csak nem a GTK-t csinálja. Melyik karon, ezt nem tudod, para? Na hát milyen érdekes. A fene se gondolta volna. A renowned personage has arrived. Awaiting new horizons. Na megvárom, hogy belendül-e itt a kukoricatermesztés. Aztán lehet, hogy még mindig tolunk rajta egy kicsit, hogyha nagyon nem. Aztán megnézek egy grafikont, hogy hogyan alakult. Aha. Hát igen, ez nem jó. Mert nem, már ez jó, hogy itt van, ez nem jó, hogy ez itt van. Ezzel még
Az a baj, hogy elfogy, meg amúgy sincs sok. Tehát ez a 16 tonna, ez nagyon kevés. Jó, ezt meg fel kéne építeni. New orders. Családi életre nevelés. Érdekes tantárgy. Az igen para. De az hogy? És egy egész fél éven keresztül a WHO-ról beszélgetni? Elképesztő. Jó, hát mondjuk mostanában a WHO eléggé reflektorfényben van. Azért azt abban megegyezhetünk. De ez azért elég jó. Hát figyelj, amúgy én el tudom képzelni, hogy van olyan kar, ahol ez érdekes. Tehát mint a népegészségügyi kar, vagy ilyesmi. De nem mondom, hogy hülyeség, csak hirtelen olyan furának tűnik, hogy... Tehát a WHO-ról beszélgetnek, mit tudom én... Hát, nem tudom, hogy egy vagy két óra. Hát igen, gondoltam, hogy valami ilyesmi. Mindegy, a gombatoxikológia az, ami még nekem mindig viszi a prímet. Mondjuk valami 6 kredit volt, vagy nem is tudom, tehát nagyon sok. Szóval adta a kreditet elég rendesen. De nyilván nem vettem föl, mert én azt, ha jól emlékszem, hallgattam ilyen tárgyat az agráron, amikor még oda jártam. Úgyhogy... Ha nem is pontosan ilyen volt, de valamilyen toxikológiai tárgyam biztosan volt. Lassan már több kukoricaföld lesz itt, mint a Debrecen környékén. Igen, never mind. Jó, hát én is vettem fel olyan tárgyat, hogy... És az tehát nem is intézményen kívül nem is vettem fel szerintem tárgyat. Anno az IK-n, de volt olyan a informatika jogi vonatkozásai, azt hiszem ez volt a tárgy címe. És a oktató nagyrészt a digitális aláírásnak a jogi oldaláról beszélt, tehát nem is a technológiai, mondjuk amúgy jogász volt, tehát nem feltétlenül értett a technológia oldalhoz. Más kérdés, hogy a technológiai oldalt azt egy másik kurzusba tanultuk, elég részletesen, tehát ilyen adatbiztonság. Nektek is van szerintem ilyen a informatika biztonság alapjai, talán ez a tárgy neve. Tehát ott az Émi részletesen, meg én ugye mérnök infóra jártam, ott, ha jól emlékszem, két vagy három tárgy volt így
adatbiztonságnak szentelve. Na mindegy, visszatérve a lényeg, hogy a adatbiztonság, tehát ez a informatika jogi vonatkozásai, egy kérdezte az oktató a fél év elején, hogy miről szeretnénk hallani, hogy adjunk neki tippeket. Nyilván van egy tananyaga, de hogyha valami különös izé van, akkor ő szívesen beszél róla. És én mondtam, hogy hát én szívesen hallanék így a szoftver licenszekről, hogy azok hogy működnek, meg tényleg, hogy milyen jogi vonatkozásai vannak. Még akár így a úgymond tényleg a magyar jogrendszerbe is. Hát aztán végül is ennek az lett a vége, hogy nem nagyon mondott erről semmit, mert hát a magyar jogrendszerben nem nagyon volt még akkor, legalábbis így a szoftver licenszek értelmezve. Az, hogy most van-e, hát szerintem most se, bár ebben nem vagyok biztos. Azért továbbra se vagyok jogász, hála az égnek. Ready for a challenge. So what if I keep my own wounds green? Na mindegy, szóval nem nagyon hallottunk. Hallottam én olyanról, ami úgy különösebben érdekelt volna. Nem azt mondom, hogy rossz volt, mert nem volt rossz, azért voltak érdekes témák, de hát nem feltétlenül az én érdekeltségi körömbe estek. Na mi kell ide? Minden. Only reporting in. Hi. Jaj. Rossz gomb. Na vajon elége már a kukorica? Elindult fölfele. Jó, hát akkor lehet, hogy nem a kukorica a kevés. Bár most már tortilla is van. Jó. Much obliged. Hát vagy nem. Jó lesz ez. Ja. Azt mondja, hogy 3 tortilla maker van. 3700. Na, akkor megint kicsit puskázok. Azt mondja, hogy 1 tortilla maker 1400 obrérost lát el. Hát akkor a 3 az 4200. Hát akkor elvileg elégnek kéne lennie. Talán. Stopsoros, ez jó. Végfelhasználói licenszerződés. Azt hiszem erről volt szó egyébként pont. Tehát, de ugye én nem erre a szoftver licenszre gondoltam, hanem ugye a fejlesztői oldalról. De ezt ilyet hozott is, azt hiszem, hogy akkor beszéljünk erről, hogy mi ez a végfelhasználói. Amúgy nagyon-nagyon sok új infót tudtam meg erről a végfelhasználói licenszerződésről. Hát nyilván azért, mert sose olvastam el, tehát tudod, ez az izé, hogy nyomogatod, hogy persze, hogy ne fogadnám el, még bosszankodsz, hogy még kell letekerni az aljára, mert ugye sok szoftvernél már olyan, hogy le kell tekerni a végére, hogy el tud fogadni. The people celebrate. Nem tudom amúgy, hogy ha csinálnának tényleg egy ilyen statisztikát, az így a szoftverbe tudnának, hogy hány olyan ember van, aki ezt tényleg elolvasta. De komolyan. Amúgy így van. Skip, skip, yes, install, next, next. Ja. Uh-huh. Hát igen, never mind, amúgy a GNU-ra persze, ezekre meg a az ilyen BSD, meg az ilyen különböző ilyen copyleft, meg copyright, meg ilyesmi licenszek, hogy működnek, meg hogy tényleg a magyar jogrendben ezek hogyan épülnek be, mert ha egyáltalán van értelme erről beszélni,
Na jó, én leteszek ide még egy tortilla makert. Úgy döntöttem. Aztán majd még tolunk a kukoricán egy kicsit, ha kell. Viszont most meg már szerintem a farm lesz kevés. Ja, úgyhogy egy ilyet azért leraknék. Na, és akkor kezdjük ezt a rágógumi dolgot most már. Reméljük, hogy addig megindult tényleg a... a tortilla termelés. GitHub AI. Mire gondolsz, Topsoros? Milyen szempontból lehet érdekes? Workforce shortage. Awaiting new horizons. New orders. If you don't exploit this, some other bird will. You've left. This city is a magnet for genius. Rendben van a létszám, hát nagyjából itt is. Aha, itt viszont lehet, hogy már nem azért kevés, mert ellátási gond van, hanem mert amúgy is kevés. Jó, hát akkor itt léptetjük egy kicsit a dolgokat. Jó, na ehhez földműves kell. Vagy napszámos? Nem akarok rosszat mondani. Ugye kaucsuk van, cukor van. Kérdés, hogy fölösleg van-e? Van. Cukor is van. Akkor csak ez kell. Kicsit puskázok. Jó. Akkor leteszünk egy ilyet. Az a baj, hogy ez még a játéknak a wikién nincs fönt. Ugye, mert hogy ez ma jött ki ez a upgrade. Na, itt meg tégla nincs. Tehát valami nyersanyag mindig elfogy. Hi. Mindjárt hozunk. Szóval ma jött ki ez az upgrade. Tényleg nincs tégla. Úgyhogy még nem nagyon tudom, hogy pontosan hogy vannak ezek a production chain-ek. De hát majd előbb-utóbb felkerül, és akkor javítunk rajta. Ó, tudom, mire gondolsz. Aha. Hát igen. Igen, ezt azt hiszem olvastam. Hát
Hát igen, az a, ezzel is az a gond egyébként, hogy nem szabályozták előre. Tehát nem mondták ki, hogy erre van lehetőség, vagy hogy szeretnének ilyet csinálni, vagy ilyesmi, hanem csak úgy csinálták. Aztán azt úgy nem illik. De mondjuk jogi oldalról valóban ez érdekes lehet. Na, akkor most már fahéj földünk van, nem is tudom, hogy mondják ezt. Fahéj termő. Csak ki kell választani. Na jó, tehát fahéjat termelünk. Érdekes, hogy a rágóhoz kell fahéj. Fahéj, cukor, meg kaucsuk. Most az a kérdés, de szerintem ezt nem fogom tudni majd megnézni. Hogy... Na mindegy, nem tudom, hogy mennyi fahéj kell a rágóba. Ültetvény, köszönöm, köszönöm, segíteni. Hát, stop, sőt, tudod, hogy hogy megy ez, hogy... tehát... Most... Amúgy alapvetően a szoftveresek nagy részére szerintem jó hatása lett volna ezek az innovációk. Tehát valamilyen pozitív hatása lett volna, csak tudod, vannak mindig olyanok, akik úgy próbálnak valamilyen értelemben így nyerészkedni, meg ilyesmi, hogy... tehát, hogy ők is szeretnének részesedni ezekből a dolgokból, meg ilyesmi, és akkor tudod, jönnek ezek az ilyen pénzügyi perek. The people celebrate your leadership. És akkor azok tudnak ilyenekbe belekötni. Én nem tudom, hogy a GitHubon volt olyan személyes adat bármilyen szempontból, amit ne használhatott volna föl erre a dologra. Ugye, ami itt esetleg probléma lehet, hogy ugye vannak olyan ilyen gépi tanuló, főleg neurális hálós modellek, amik hát igazából nem feltétlenül azért, mert jók, hanem inkább azért, mert rosszak. Tulajdonképpen a neurális hálóba eltárolják az adatot bizonyos értelemben. Nyilván nem úgy egy az egybe, hanem tehát már tényleg olyan rohadt nagy a neurális háló, hogy gyakorlatilag olyan, mintha az adatot tennéd bele. Most nem egy az egybe, de meg nyilván nem lehet visszaállítani, meg semmi ilyesmi, csak nyilván a jogi osztály szeret azért kötözködni adott esetben. De valóban fura dolgok néha, hogy szeretnénk egy innovációt, egy fejlesztést, vagy valamit, és akkor abba kötnek bele. De ez is csak ilyen jogi akármi. Fú, stopsoros, abba bele sem merek menni, mert az alapkoncepció az... megint a gáznyerőhelyen megint fölrobbant. De én nem tudom, hogy miért robban ez fel állandóan. Ez szomorú amúgy. Szóval az a... problémám, hogy úgy, az alap dolog az teljesen rendben van.
ott kezdődik nekem a probléma, amikor ezzel valaki azért él vissza, hogy ugye nyerészkedni szeressen, úgymond. És ezzel pontosan azt teszi, hogy elfedi úgymond a problémát azokkal szemben, akik tényleg elszenvedtek valamilyen ilyen jellegű dolgot. Na. Csak hogy próbálom magam úgy viszonylag finoman kifejezni. Meg nem is feltétlenül akarnám ezt annyira túlbeszélni. Mert nehéz téma. Nevermind, amúgy azt nem tudom, hogy mi a default licensz a GitHubnak, nem kizárt, hogy a Creative Commons, de szerintem a szoftverre nem biztos, hogy a legjobb. Az inkább más jellegű dokumentumokra van, de lehet egyébként, lehet. Na, akkor most már van fahéj ültetvényünk. Lehet, hogy leteszek még egyet, hát ha lenne rá ember. Lassan már hely nincs a szigeten. Most már van. Úgyhogy szerintem leteszek még egyet, csak a biztonság kedvéért. Akkor most már jöhet a rágógyár. Amihez kéne 45 tégla. Hold the crane. Hozunk hát téglát. Szóval a lényeg, hogy az ilyen nyerészkedők, akik tényleg csak azért peregnek, meg reklamálnak ilyen olyan jogi oldalról, mert hogy szeretnének valamilyen pénzügyi előnyt szerezni azzal, hogy egy ilyen jogi herce utcát végigvisznek, azokkal tényleg mindig az a gond, hogy elfedik a valós problémát. Tehát az, hogy tényleg vannak valós esetek, amik tényleg problémás. Most nem feltétlenül arra gondolok, amit mondasz, stopsoros, hanem bármi egyéb más. Itt tényleg ez a jogi, vagy ezt a GitHub-os fejlesztést, vagy innovációt, vagy bármi egyebet. Hogy ez nyilván visszavetette, meg nem úgy haladtak vele. És ez tényleg nagy probléma. We are out of room. Ready for a challenge. Már is ide ér a hajó, és készülj is a rágógyár. Flappy 50 fps, mert itt én Európában 60 fps nem nagyon értékelem. Valamint olyan értelemben, hogy nem adja ki, sehogy se. Igen, ez mondjuk egy... Nem a Twitch, meg nem a HD, meg digitális tartom, hanem a megvilágítás. Tehát a lámpa 50 Hz-en megy, és a 60 Hz-el az nem jó, tehát mehetne 60 fps-en a stream simán, mert a webkamera az 50 fps-en van. Csak egy icipicit jobb a képminőség így, hogy 50 fps-en van
a 6 megabites stream bitréttel. Nem jelentős egyébként, meg minimális a különbség, csak... Na, tehát nekem a 60 FPS itt Európában nem logikus. Na, és akkor ünnepélyesen letettem a rágógumi gyárat. Pont fordítva. De így is jó. The people celebrate your leadership. Troop 54 is empty. She didn't fix it into the solvent, did ya? We're in the presence of a virtuoso. The people celebrate your leadership. Hát igen, tehát az, hogy nézed a streamet és hogy 50 vagy 60 FPS, hát az nagyon éles szeműnek kell lenni. Tehát hogyha nem nézed meg így külön. Már ott a stream infónál. Észre lehet venni, de tényleg nagyon éles szem kell hozzá. Na és beindult a termelés is. Az, hogy még 98%-on van, azt... Ja jó, na most indult be. Erre kiírt, hogy no production. Jó, most már rendben lesz. Oké. Na, akkor már csak kéne egy hajó, ami elszállítja. Fogalmazzunk úgy, hogy erős optimalizálásra szorul. Te mit csinálsz? Na, akkor ezt fogja szállítani. Mert szerintem a rumot nem innen kéne vinni. Nem is inkább, mert itt a rum. Hát ez inkább saját fogyasztásra van. Úgyhogy akkor... Innen viszünk akkor rágógumit. Csak hol van? Ja, itt van. 50 tonna rágógumit fog vinni egy úton. Hát nevermind, ez... igen, attól függ persze, milyen kamerát veszel. Mert például az én olcsó webkamerámba is lehet állítani, hogy 50 Hz vagy 60 Hz a... Tehát gyárilag benne van a szoftverébe, úgymond. Hogy 50 vagy 60 Hz a hálózat. Szóval ilyen értelemben... Lehet, hogy van olyan kamera, amiben nincs benne. Ez így, de... Szerintem az az én ritka ma már. Your city has grown more beautiful. The people celebrate your leadership. It's hard to get ships. We are lucky to have friends. Only are reporting in. Úgy lassú-e a játék? Hát, milyen értelemben lassú? Mert hát, mint stratégiai játék, ez ilyen. Vagy hogy érted? Lassan történnek a dolgok. Hát... New orders.
Igen, mondjuk én sem vagyok egy kapkodó idegbeteg, azt azért meg kell hagyni. De való igaz, hogy hogy mondjam, tehát türelmesnek kell lenni. De való igaz, hát Nevermind írja, nagyon jó, ez tényleg egy ilyen kis könnyed esti szórakozás. Egyébként, hát még talán nyár elején elkezdtem a Doom Eternalt, ha gondoljátok, lehet, hogy lesz egy stream abból is. Az egy kicsit más jellegű dolog. Tehát, hogyha Kekerényi, neked ez túl lassú, akkor lehet, hogy nyomunk majd egy kis Doomot valamikor. Jöhet? Hát, azt gondoltam. Hát, Kekerényi, na az biztos nem lesz. Metalol, az viszont valószínű lesz. Az valószínű lesz. Mert mondták már itt korábban is, meg nekem is tetszik a koncepciója játéknak. Nem néztem, mert tényleg fogalmam sincs, csak... Azt láttam, hogy úgy tetszik. Diablo 2? Igen, igen, azt is szeretném. Igen, azt el is felejtettem, hogy tényleg az is jön még most ősszel. Menjen akkor Diablo 2 is? Na jó, van, akkor lesz az is. Közben itt nézem, hogy a rágógumi megérkezik-e. Like a king in one's castle. Hú, amúgy bepörgött elég jó a investor létszám. Hát nem összességében, hanem csak itt. Ugye egy ilyen sima házban 50-en laknak. Azért a level 2-ben vannak 225, az elég jó. Hát ez igaz, Nevermind. Tényleg nyáron nem nagyon volt. Jó, hát akkor lesz Diablo 2 is. Amúgy is akartam vele játszani, szóval... Azon... Tehát akkor lesz az, lesz 12 minutes. Fú, lesz itt program bőven. Ugye haladni kéne a Dark Souls-szal is. Most már utána olvastam. A Faxtra Live-nak a Wikipédiáján, Wiki oldalán, és hát nem azt mondom, hogy most már értem, hogy mi van, mert az túlzás, de úgy nagyjából kezdek képbe kerülni, hogy merre kellene menni. Valószínű az volt a gond, hogy rossz fele mentem az első stream alatt. De ja. Most már úgy nagyjából tudom, hogy merre kéne menni. Na, para egyre jobban érdekel egyébként, tehát ez tényleg egyre inkább. Mom, I regret to inform you, this product appears to be out of stock. Na, megérkezett a rágógumi. Nagyon jó, hogy most már van. Viszont nem tudom, hogy miért nem történik így semmi. Ez a fura, hogy itt van, hogy Department Store Supply. Perfect. Tehát 100%. És itt pedig 70%-ot kér egy percig, és nem halad az óra. The people celebrate. Na, még egyszer olvasom.
Build the requested buildings of any of your island. Szerintem ez, ezzel meg vagyunk. Tehát kellenek a nyersanyagok. Tehát legyen a környékbe raktár, az rendben van, mert hogy mindkét department store-on megy. És itt pedig azt írja, hogy melyik felhőkarcolókat látja el. Az csak a Green Street overlay-en, tehát hogy rákattintok és látom, hogy... És itt megy. Ez is megy fullon. Hát nem tudom. Meg mitől 50%? Hát ez egy jó kérdés. Hát most... Mondjuk optional quest. Na, mindegy. Amire még itt ránézek. Celluloid production. Meg kex. Ugye ezek vannak még. Úgyis van ilyen skyscraper ornaments. Na, erre csak ránézünk. Csak kicsit arrébb rakjuk a napot. Mert hogy itt vannak ilyenek. Spotlight. Nem tudnám ezt jól lerakni. Hát itt ezt az újságos bódét. Csak tudnám, hogy mi volt itt. De mindegy, majd megjavítjuk. Hát csak meg akarom ezt nézni. A házakat. Na ez egész jól néz ki, azt kell, hogy mondjam. Csak lehet, hogy át kéne fordítani a másik irányba. Király. Ez király. Hát igen, mondjuk, igen, a Trabant az, az kell, hogy... Celluloid az fontos. Na ez elég, elég jól néz ki ez a ornament. Mondom, hogy ray tracing, de nem. De tényleg jól néz ki. Na mi van még itt? Szökőkút. Mi lehet ez a hot air balloon? Ez igen. Van nagy, hogy ide se fél. Hát igen, a
szoci házgyárhoz kellett robbant mindenki. Na, még megnézzük ezeket is. Szökőkutat. Ez se kicsi. Városháza helyére tegyem le. Több értelme van, mint a sok politikusnak a városháza. Akkor ez éjszaka, hogy néz ki. Hát egész jó. Ez szuper, és akkor elvileg még kellene 15 darab ilyen level 2-es skyscraper, vagy összesen 15, bocsánat. És akkor tudok léptetni level 3-ra. Így van, akkor tudom léptetni level 3-ra. Nem, akkor kell egy kexgyár, és ha az megvan, akkor tudom léptetni. Minden világos. Hát igen, ez az első, érted itt. Debrecenben is agyvérzést kapok, amikor ott fürdenek a nagy erdőn a szökőkútba. Akárki. Na, hát ezzel megint el leszek, én úgy gondolom. Azért, ahogy mondtam is, tényleg hát van ebben a játékban tartalom bőven. Meg ideig eljutni se volt kevés idő. De, hát na, ez ilyen. Jó, na úgyhogy lassan szerintem én ennyit gondoltam. Úgyhogy így van. Hát én köszönöm a figyelmet. És hogy ilyen sokan itt voltatok ma is. Lesz még stream mindenképp. Illetve hát jövő héttől tényleg most már beindulnak a programozás streamek is, mert hogy nyilván az is menni fog. Ugye kedden, igen, kedden, ja, stopsoros lehet, szökőkútban fürdést vették fel. Úgyhogy kedden 4 órától lesz a PROG 2, és már ugye jövő héten is. Nyilván fogom majd küldeni a mindenféle linket, ugye a hallgatóknak főleg, de fogok majd írni egy menetrendet ide Twitchre is, tényleg most már update-elem meg rendbe teszem ezeket is. Szóval a lényeg, hogy abban nem vagyok biztos, hogy a héten lesz a még stream, mert azért még elég sok adminisztratív dolog van így a fél év kezdés kapcsán. Megpróbálok majd még így hétköznap, most hétvégén biztos nem lesz, de hétköznap még megpróbálok egyet. Aztán, hogy az mi lesz, azt majd meglátjuk, hát nem kizárt, hogy a 12 minutes, nem kizárt. Majd fogom írni Discordra, meg majd tényleg beszélünk róla. Jó, mindenképp stopsoros, de amúgy nem kizárt, hogy este lesz. Tehát, hogy egy ilyen, mert lesz ilyen este 7 órás stream is, csak az még nem körvonalazódott tökéletesen, hogy melyik napon, vagy csütörtökön, vagy pénteken. De majd mindenképp szólok előtte. Ez november előtt ne nagyon vár, november környéke. November-december. Ja. Úgyhogy úgy számolj.
Meg hát lesznek bevezetés a programozásba, streamek is, az is szombaton, ugye nagyjából a szokott menetrend szerint, csak mondjuk nem 9-től, hanem 10-től, illetve az is lesz ilyen laborfelvezetés, meg minden, ahogy szokott tulajdonképpen. Jó, szóval mostantól kicsit rendszeresebbek lesznek a streamek, most már lesznek, maradjunk annyiba, úgyhogy tényleg most már lesz stream, és hát lesz játék is. És akkor ugye, ahogy megbeszéltük, akkor a 12 Minutes, akkor az menni fog, Diablo 2 menni fog, ugye akkor így biztosan, illetve a Far Cry 6, mert azt még korábban kérte talán Mark Boy, azt hiszem. Szóval az is biztos, hogy lesz. Meg hát amellé még, ami befér az időbe, Dark Souls, lehet, hogy annózunk is majd egy kicsit, ahogy haladok, lehet, hogy egy kicsit belehúzok, amennyire idő megengedi, és akkor egy kicsit később majd mutatok egy állást, hogy éppen hol tartok, hogy állok, hogy állnak ezek a felhőkarcolók. Meglátjuk majd. Jó? Na, én mára megköszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, gift szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb, ami biztos, hogy jövő hét kedden lesz stream, azelőtt meg hát vagy lesz, vagy nem, majd meglátjuk. Legyen nagyon szép estétek, további kellemes hetetek. Sziasztok!